és uraim! Ez itt a Morning Show! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Újra az éterbe robban Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Itt a Klassz FM-en. 6 óra múlt 14 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello! Sziasztok! Jó reggelt! Hello, bello! Jó reggelt! Itt vagyunk. Mindig kedvet akarok mondani. Hát nekem ugye szerdán indult a hét. Ez így nem annyira jó, viszont ez a csütörtök, ez annál inkább. Úgyhogy csütörtök van, az utolsó előtti munkanap, és helyen jó késő van, 6 óra után 14 perccel vagyunk. Ilyen sok helyes kis drága kis reklámunk volt nekünk, hogy ilyen késő jövünk. Jaj, erről az eltűnt lányról akarok csak egy fél mondatot mesélni, mert én ezt nem értem az osztrák rendőröket. Szerintem egyébként sok ezer nő lapul osztrák házak pincéjében, mert az osztrák... De most ezt komolyan mondom, ők szerintem azért kellőképpen betegek. Nekem erről van egy teória. Egyrészt egy tűzifáért befőtért meg, hogy hívják ért egy csavarhúzóért ment le. Viszont nem akar jön majd föl. Nekem vannak osztrák ismerősen, meg osztrák rokonaim, ők mondják, hogy átmész Ausztriába, és minden nagyon szép, minden nagyon rendezett, és közben a legtöbb osztrák nagyon perverz, nagyon beteg, nagyon fura népség. Eltűnik valaki. Ugye? Ez a lány ez eltűnt szeptember 7-én. Hallgatva a híreket, 4-én, mindegy. A lényeg az, hogy eltűnt lassan 2 hete. Bűncselekményre utaló nyomot nem találtak. Tehát mondjuk, ha te elmész Ausztriába, vagy te elmész Ausztriába, és te eltűnsz. Könyörgöm, mi a bűncselekményre utaló nyom, ha nem az, hogy nem vagy meg? Nem? Nem vagyok meg. Nem keresünk, de nincs meg. Hát de... Hát nem akart hazamenni. Biztos. De 2 hete nem jött haza, nem jelentkezett a munkájában, nem veszi fel a telefonját, ki van kapcsolva, konkrétan nincs meg. Az osztrák rendőr meg mit mond? Nincsen, hát... Szép nagy ország, soká ruházza. Hát nincsen bűncselekményre. Könyörgöm, mit csinálja? Elrabolták, akkor dobjon el egy keszkenőt? De véresen. Szórjon morzsákat az erdőbe, amit az ujját valahol. Majd Juliska, dobjon egy csontot, hogy ő még nem hízott, meg szegény, mert még mindig vékony. Érted? Most nem akarok ezen humorizálni, csak nem értem. És ha most eltűnt van egy osztrák lány, akkor is ugyanezt kérdezném, de ugye ráadásul egy magyar lány tűnt-e, hogy mi a nyom nekik, ha nem az, hogy valaki egyébként lassan 3 hete nincs meg, nem? Segély kiáltásokat hallottak azon az útvonalon, ahol ment, akkor igen, lehet, hogy elkezdik. Tehát nincsenek szemtanúk. Oké, elment az erdőbe, van egy ilyen kép a Facebookon, hogy ő túrázik az erdőbe. Elindult valahonnan, valahova nincsenek meg, onnanta megnézték a kamerákat, ott semmit nem láttak, rendben van persze. Na de hát azért az nem bűncselekményre utaló nyom, hogy valaki, aki egyébként beszámítható, normális munkája van, felelősséget vállal az életért, dolgozik, bement, ott él, egzisztenciát akar, az egyszer csak nincs meg. És erdőben ment túrázni? Valahova elindult, vagy haza, vagy sétálni, vagy valahol látták utoljára, nem tudom pontosan. Csak ezen gondolkoztam, így jöttem be, hogy ez most én osztrák hozzátartozó lennék, vagy magyar, akkor ott állsz az osztrák rendőrséggel szemben, akkor azt mondja, hogy ugye nem keressük tovább. Vagy eltűnik egy magyar ember, akkor a magyar rendőrség is így működik? Szerintem a magyarok azért keresik. Hát nincs ilyen, hogy leáll a nyomozás, mert bűncselekmény utaló nyomot nem találtunk. Maga a bűncselekmény az, hogy nincs meg. Hát persze, hát egy eltűnt nem szeméről értem. Van szó. Tényleg nem értem, hogy ez hogy megy. Illetve vélelmezik, de hát ettől függetlenül keresik, tehát hogy most bűncselekmény, nem bűncselekmény, lehet, hogy baleset áll a dolog mögött, de akkor is keresik. De keresik. Itt viszont azt mondják, hogy leállt a nyomozás. Tehát, hogy... Ők nem nyomoznak tovább. Grüzgott. Együnk egy jó grüzgombócot, meg vagyunk, nem nyomozunk tovább. Képzeld a családját meg a testvéreit, nem? Hát. Ott állnak tétlenül. Ilyenkor a magyar hatóságoktól például lehet segítséget kérni? Tehát egy magyar tűnik el külföldön. Akkor nyilván a magyar rendőrség egyébként határon kívül nem kezd bekeresni. Nem? Tehát az osztrák rendőrség területe, gondolom én. Hogy illetve ott van az Interpol. Tehát, hogy a külföldön az Interpol nyomoz, egy másik országnak a területén az Interpol az nyomozhat, de szerintem a magyar rendőrség az nem. Mert hogy... Remélem, hogy meg lesz, vagy előkerül, csak mindig meg eltűnik egy lány, és már 2 hétig nincs meg, akkor az embernek már ilyen rossz az előérzete. Csak érdekes, mert... Na, kezdtem minden. Nem ma még. Szóval most elmész túrázni, mert van ott valami klottyán-flottyán via ferrata. És ez csak eltűnsz. És mi itt a Ferivel várunk, nem jössz. 2 hét nem majd, jössz. Majd elindul a nyomozás, és nekem egy osztrák rendőr azt mondja, hogy ne haragudjon, Herr Balázs. A nyomozást befejeztük, mert Herr János nincs meg most többet. Most egy darabig lehet, hogy ketten lesznek Feri. Hát én biztos, letépem a fejüket, igen, nem? Hát igen. Hát könyörgöm, hogy adjon ő valami nyomot, amikor nem tud, mert eltűnt. Tök nonsens. Azt hittem azért a rendőrség azért ennél kicsivel, nem tudom, rugalmasabb, fejlettebb, vagy hát
két hete nincs meg egy nő, ráadásul nő, hát akkor könyörgöm, hát az ott valamit kéne csinálni. Mit gondolnak, hogy lelépett a Bahamákra a kedvesével, csak fél a családjától és nem szól neki? Gondolom, ilyenkor ez van, igen, hogy megnézzük az SMS, telefon, semmi olyan nincs, hogy valaki zaklatta, semmilyen szerelmi szál nincs a dologban, se bosszú, semmi nincs, bűncselekmény utal nyomat. Na jó, de hát ha valaketten kiszálltak a kocsiba, berakták egy furgonba és elvitték, akkor ott hogy adjon bármiféle életjelet. Az kemény. Nagyon. Mondjuk a hegyi sportok esetében szerintem akkurátusabbak szoktak amúgy lenni, sőt, ráadásul marha érdekes, ez egy nagyon jó dolog, nyilván ez csak a sport részére vonatkozik, hogy vannak olyan sportszerjátó cég, akik olyan beülőt készítenek, amiben már gyárilag GPS jeladó van. Tehát, hogyha veled valami baleset történik fent a hegyekben, meg tudnak keresni. Tehát, hogy ott érdekes, hogy arra a részére nagyon-nagyon komoly figyelmet fordítanak. De hogy látszik, a civilek nem annyira fontos, mint az extrém sportolók. Hát, de gondolom, ott vannak hegymászók, meg vannak olyanok, akik biztosítják a hegyet, a mentők. A hegyi mentők, akiknek az a feladata. És akkor ott, ha van rajta GPS, akkor kötelességük megtalálni, mert van kettőtök között szerződés, vagy valami, nem? Meg ott ugye lejelented az útvonalat, az osztályokat csak úgy lehet mászni, hogy azt mondod, hogy a ízéről átmegyek, ahogy hívják rá, és ha nem érkezel meg, mint egy napon belül, egy nagy túra. Ugye? De emlékszem útkor, hogy megmásztuk végig. Hallod, úgy mentél, az gyönyörűen az ízéről, ahogy is hívják rá, úgy húztál magadat. Ott a kettő között az a kis völgy, ahogy ott kibukkantunk. Picit megfáradtál, de ilyen utána mentünk tovább. Ilyen. Amikor meséltétek, hát én mondom, akkor jobban is hagyom. Én ahogy is hívják, akkor már kivoltam még az izén, nem tudom minót, még nagyon bírtam, de ahogy is hívják, akkor már nagyon kibarultam, de ott te átsegítettél ott ponton. Hát figyelj, meséltetek arról a meredek részről ott az izén. Na mindegy, amit mondasz, az így van, igen, hogy akkor ott tudják az útvonalat, csak akkor megtalálják. Ahogy is hívják. Na mindegy. Jaj, gyerekek, tegnap elkezdtem nézni, pont lehet, hogy azért is kavart fel ennyire egy hír, mert egy ilyen nagyon jó sorozatot nézek. Na, de melyiket? Fú, ez a Following a Kevin Baconnál. Jézus Isten! De még ezt nem vetítik rendes csatornán, ez könyvtáros. Hát ez nagyon durva ez a sorozat. Színész neve alapján felénünk is felkeltett az életből. Hát ismerem ezt a fiút. Figyelj, rettenet a magyar szinkron, tehát aki tényleg azt gondolta, hogy Jim Carrey magyar hangja, Kerekes József jó egy sorozatgyilkosnak, hát tényleg, komolyan mondom, tehát imádom a Kerekes József, meg jó az, de ne legyen már egy Jim Carrey magyar hang, szörnyű a magyar szinkron. Beugrik az Ace Ventura, mi? Hát nem tudott tőle elvonatkoztatni. Brutál durva. Ez a sorozat, ez nagyon durva. Mindenki meghal. Nem, van egy sorozatgyilkos, aki, nem mondom el, hogy ment a börtönben, és tevékenykedik úgy, hogy ő közben börtönben van. Majd ez csak kiszabadul a börtönből. Annyira megrázó az első rész, és annyira kemény, és annyira sok csavar van benne, és a Kevin Bacon annyira jó benne, hogy az valami döbbenet. Úgyhogy ez az új, amit tudok hozni mindenkinek, aki még esetleg nem ismeri. Following, úgy kell írni. Aha. Hát ez valami elképesztő. És azt hiszem, hogy az első részben megoldották, és a következő rész az valami másról szól. És van benne egy olyan csavar a végén, hogy ülsz, és nem érted. És mi jó lenne, ha tényleg megoldották volna. Nem tudod, a sorozat, csak két részes sorozat, mini sorozat. Nem szeretem annyira a sorozatgyilkososokat. Tehát ahol embereket ölnek, ráadásul meglehetősen durván bemutatva, ezek engem megterhelnek. Tehát szeretem a zombit, mert tudom, hogy nem zombi, szeretem az ilyen kicsit spirituális, mint a Keith Sutherland és Touch, meg ezeket bírom. De erre most rákadt, vagy a 24, ahol úgy ölnek meg, hogy most terroristákat lőnek le, az annyira nem. Ez a sorozatgyilkos, elrablom, gyereket viszek el, ezt én nagyon nem bírom. De ezt nem tudtam abba adni. Hú, hát ez... Nagyon tudják az amerikaiak azik, hogy kell. Tehát, hogy a kisváros se volt szar, komolyan mondom, de hogy... Tehát, hogy azért ezek nagyon tudják, tényleg. Meg a Tűzvonalban se egy rossz sorozat, tényleg. Jó. Komolyan mondom, azért a buci nem volt rossz benne. De azért ez a Kevin Bacon, meg az osztott képernyő, hogy kitalálták már. Igen, aztán hogy lenyúlt a 24? Ja, hát, de most komolyan, ez a Keith Sutherland, és érte, szinte egy az egyben nyúlt a bucinak a stílusát. Na mindegy, szóval, hogy drága illegális bűnöző barátaim, ti, akik mindenféle enkorom, meg tiltott oldalakon matadtok, esetleg ma leszeditek, holnap dobjatok már egy SMS-t, hogy megnéztétek az első részt, és milyen volt. Csak annyi, hogy nagyon állat, köszi, Bali. Vagy nem tudtam aludni, mert én konkrétan nem tudtam. Ez nem olyan gonosz ez a Bacon gyerek. A Kevin Bacon, ő nem meg, ráadásul a nyomozó, tehát ő... Úgy nehéz. Azt hittem, hogy ő a sorozatgyilkos. Szóval a sorozatgyilkos a film Kevin Bacon. A nyomozók köztül az egyik leggonoszabb. De tehát, na, úgy az nagyon gonosz. Mert van egy csomó olyan nyomozó, aki nem ennyire gonosz, mint ő. Imádom a karakterét, alkoholista, mindent vág, oda megy, két hülye FBI ügynök fél órája fejtén nyomakod, oda megy, ezt úgy, kicsit belehúz a piájába, a tanúk csak neki valanak, a sorozatgyilkos csak vele beszél. Nagyon laza, egyébként imádom a Kevin Bacon, tehát szerintem zseni a papacák. Ez alapján egy picit olyan, mint MC Hover eddig. Le! Mindenkinek belehúzik a piájába. Ez nem, alkesz.
Alkesz. James Purefoya, hogy hívják a bűnözőt? Azt aztán nem ismerem, hogy lesz az őr. Aha. Van belőle második évadlat, hogy első van még csak? Nem tudod? Fú, na mindegy, szeretni fogod. Te tudom, hogy zombi vonalon mész, de... Nekem a lényeg az, hogy rohadjon benne valami. Most már egyre inkább erre jövök, hogy a bomlás, mert hogy a sajtoknál is ez a vonal, a filmeknél. Figyelj, fiatal lányokat kap el sajnos, tehát hogy mondom én nekem, engem ezek eléggé megterhelnek, de ezt nem tudtam abba hagyni, nyomasztó. De annyira jó csavarok vannak benne, hello Anna, hogy brutál jó. Nézed? Hát ez csak a kezdés, én meg túl vagyok rajta már. Nézted? De már készen na, kezdesz te is különböző mi sorozat. Mi a vége? Nehogy elmond. Kezdesz sorozatfüggő lenni. Ez jó? Hát már nagyon komoly, nagyon komoly. Most az amerikai horror sztorit nézem, abból a második évadot. Figyelj, ő is sorozatfüggő lenne. De abszolút, nagyon kemény. Hát ennek van második része, már mint hogy lesz, én úgy tudom. És jó ez a following? Jézus végig jó? Mária. Végig hát jó? Az utolsó kockáig, Balázs, de az utolsó döbbenet. Kockáig. Nagyon durva. Hát ez csak a kezdet, hogy lányok. Hát aztán majd. Ja, még meg indul utána. De hogy tényleg arról van szó, hogy egy pacák a börtönben van. Hogy csinálnak ebből 10 részt az amerikaiak? Biztos nyilván majd kiszabadul meg minden, de hogy? És viszik tovább. Zseni. Elképesztő. Én nem tudom, hogy írják ott a forgatókönyveket, de ez van döbbenet. És most olvastam, hogy forgatókönyvíróból hiány van Amerikában, mert hogy sokkal többre lenne igény, de ilyen színvonal, amit ez képvisel, nem tudja akárki megírni. Van ott azért szerintem egy pár tíz vagy akár 100 000 forgatókönyvíró is, csak hát mindig ugye ugyanazokat akarják szépen felhasználni, mindig ugyanazokkal akarnak dolgoztatni. Hát biztos azért... megvannak a legjobbak, de ilyet írni... Ugye? Azért ilyet nem írják. Van egy pali a börtönbe, meg van egy nyomozóként, írjál ebből 10 részt, úgyhogy az végignézni. Hát az vértizzatnánk, nem? Hogy csavarod? És ezek nagyon csavarják. Na mindegy, mi újság van egyébként? Minden oké? Okay, minden a legnagyobb rendben. Kérek szépen, a 13. kerület végre tett a gyerek elrabló ellen. Na. Teljes lezárás van az óvodában nálunk. Nagyon ügyesen megoldották. Reggel 9, mire bevitte mindenki a gyereket. Kulcs. És délután 3-ig se kisebbe. Olyan védelem van, úgy örülök. És rendőrünk van, képzeljétek el. Óvoda rendőr. De ő egy rendes rendőr. Csak aha, most óvoda rendőr. Nem a bajszusradus. Aha. Úgyhogy ez van, és nagyon boldog mindenki a kerületben. Ez most az ügy, amiről beszéltünk tegnap, hogy ez a nő, aki felbukkan és elvisz gyerekeket? Igen? Aha, igen. Mondjuk több helyről is jött már információ, nálunk a játszótéren is próbáltak ilyet megtenni, meg a szomszéd kerületből is, tehát a harmadik kerületben is jelentettek ilyesmit, és nagyon-nagyon ügyesen reagált rá a hadtest nálunk. Bezárták az óvit, van egy rendőrünk, ott járőröz, tök jó. Ez jó. Ez jó. Hát ez így kéne egyébként. Igen. Nem? Igen. Meg egyébként úgy is kéne, hogy ne kelljen meg lenni, tehát hogy ne legyen olyan ember, aki el akarja vinni a gyerekeinket, de tényleg örülünk neki, hogy így azonnal reagáltak meg rá. Meg jobb félni, mint megijedni. Ja, így is. Érdemes mindenkit lecsekkolni, mindenkitől megkérdezni, hogy mit keres arra, és akkor, amikor bebizonyosodok, hogy igen, jó, hogy ne bántsanak, 20 évig dolgozom. Igen. Mi meg képzeljétek el fogunk menni csapat szinten a Klassz FM-et képviselve egy exkluzív futóversenyre a közeljövőben. Kisorsolja kolléganőmmel, a Baházi Csaba kollégámmal az is, Szali Roland kollégával szintén egy jó kis váltóra, és a helyszín nem más, mint a Liszt-Ferenc repülőtér 1-es kifutó pálya. Végre hasznosítják valamire. Az de rohadékok vagytok, úgy volt, hogyha változni mentek, én is jövök. Kihagytatok? Itt beszéltük meg 10 óra, akkor Csavi, hogy én is mehetek egy váltóra. Ha valami hét nem emlékszel, te is emlékszel? Ha 7 kilométert kell futni, bevesztek engem. De ez fejenként 1,5 kilométer, ezt nem tudod meg? Az viszont ezért nem érdekel, mert másik kérdő, de pókjárásban, ördögszekérben megfogom a bokádat, te az én bokámat, és legurulom ördögszekérben. De 3x6 plusz 3. Várj, 3x6? Igen. Ez egy félmaraton váltó. Aha. És kifutja 3-at? Mit? Csabi. Hárba itt szerintem sorsot fogunk húzni. Nem, egyébként az Orsi vállalta, mert senki nem akart 3-at futni. Mindenki a 6-ra ment? Igen, de a befutó ember mindig ugye ő kerül leginkább a fókuszba, őt fotózzák, és hát négyünk közül azért valljuk őszintén, a legszebb. Hát most, baj. Hogy így végignézek a névsoron, és végig gondolok, tényleg ő az. Igaz? Miért nem szóltatok? Egy 3-as bevállaltam volna. Miért nem mondtátok? Ha úgy volt, hogy ha együtt megyünk valami váltóra, akkor én is mehetek.
Ebből most szépen kiáltatunk. Csabi erősködött, hogy ne szóljunk. Rohadék vagy, biztos, hogy Csabi erősködött. Csabi azt mondta, hogy ne, csak a baj. De most tényleg, ez rosszul esik. Hát miért nem szóltatok? Úgy volt, hogy én is megyek váltót futni. Mert nem vagytok a barátaim többet. Jó, akkor kirúgjuk a Rolit. Értem. De úgyis be lesz rúgva. Hát, úgyis valami buliból jön majd, és lesétálod 6 kilométert még félig berúgva. Hát. Ne, hatost is bevállalok, simán. Tehát az nekem jelenlegi kondíciómnak megfelelően az, hát ez semmi. Hát mondjuk ezzel a pacakkal, ami ugye van, mert az újság is megírta. Micsoda, behúzott hassal szeltem a habokat. Meg ez nem probléma, olyan gyorsan fut, hogy a menetszél befele nyomja a hasát. Érte, nem lát. Nem zavarja. Az én hasam egy fonott kalács. Egy keresztben lenyert Erzsébet cipó. Csak még a keresztés állapotában. Még a fonás előtt. Egy gyönyörűen megfont fényes kalács az én hasam. Jó, nem baj, nem haragszom, persze, egyáltalán nem baj, nem szóltatok, tehát semmi baj. De igazából nem izgalmas dolog, hiszen emiatt lezárják majd az egyes kifutót, és gyakorlatilag ott még soha senki nem futott a repülőtér történetében, nem annyira érdekes. De kik futnak még, vagy kik mennek még? Mi a kupa? Nem, mindenféle cégek lesznek, ez gyakorlatilag egy jótékonysági futóverseny, ahol olyan fiataloknak fogják felajánlani a nevezési díjakat, akiknek nincs a lehetőségük a sportolásra. És egy légitársaság és sportszergyártó cég meg ugye misiék. Aha. És közben a kecsesen szállnak le föl a gépek? Persze, föl le. Igen. Nagyon jó. Nehogy ott elnézze valaki. Igen. Régi rutinból az egyesen landoljon, tudom. Azt anyát, hogy fut, és fel is emelkedett a levegőbe. Hát csak magával látott egy bőj. Igen, azért az kemény lenne. Hát ez nem esik jól. Ez most nem esik jól, hogy nem szóltatok. És mikor lesz ez? A jövő héten. Hétvégén. Jövő héten, hétvégén. Mondd, hogy nem érsz rá is. Jó is lett volna az időpont. Hát tegyünk ki valakit, hát most mennyibe kerül kitenni valakit, most nem? Most már agyalok rajta, hogy mit mondjuk a Rolinak, hogy miért nem. Mit se hallgat még ilyenkor, minket nem lesz neki gyanú semmit. Meg kell mondani, figyelj Roli, elmarad a futás, az a legalja túl. Nem megyünk mi se. Roli, ne haragudj. Hát az kutyafáját nem lefújták, Roli. Egy héttel később lesz. Igen. És ott állok itt egy hét múlva. Igen, egy kis melegítő nadrágban. Hol vagytok, srácok? Ez már nem vicces. Miért nem jön senki? Na mindegy, hát puncsolni meg kuncsorogni nem fogok. Ha nem kellek, a teljesítményem, az arcom, a futó teljesítményem, a nevem, akkor nem megyek. A testedet ne hagyd. A testem, ha ez mind nektek nem kell, akkor nem megyek. Figyelj, lehet egyébként két csapat. Én egyedül lefutom a félmaratont. Nem, hát még szedjél össze három embert, aki hajlandó futni, ne nézz rám. Két csapattal is indulhatunk. Ti összeszedtétek ebből a rádióban az összes épkézláb embert. Kit szedjek még össze innen? Fánkos Tituszt? Igen, ő fut állítólag. Hát, öreg Jenő. Ki tud még itt lesétálni kettő darab kilométer? Eugén bácsi. Érted, ez nem most komolyan. Tehát mondj még kettő darab embert, aki tud 6 kilométert futni. Mert szerintem egyébként konkrétan nincs. Duci Hírest, vagy ki? Érted? Hát, Uzsi Doboz. Hát nincs olyan ember. Karolina biztos tud futni, olyan jó formája van. Hol a Karolina? Hát és? Itt a Karolina? Bejönnek ki? Nem, jó, félt. Ja, azt hittem, hogy lefutják és miért utálnak. Cupogtok? Miért cupogtok? Ebbe ügyes a Karolina? Vagy miért a cupogás? Nagyon, én úgy hívjuk. Tudsz futni, Karolina? Ha kergetnek nyilván. Ha kergetnek, igen. De egyébként van kondid? A futás az nem megy annyira. Ah, nem. Tehát ilyen tért problémák miatt. Aha. De akkor mi megy? Született sportember. Született sportember. Sétálni. Hát ez szép. Hát, akkor, na azért mondom, hogy nincs akkor, a rádióban még három épkézláb ember, aki tud velem futni 6 kilométert. Akkor csináljuk úgy, hogy ne 4 felé, hanem mondjuk 20 felé bontsuk azt a távot. Annyi ember csak közben tud szállni, és akkor mit örüljön? Én is vállalok. De le sétában. Jó, és akkor itt a Zsolt vállal egy 100 métert. Arról még 5 méter, Zsolt, ki tudod tolni magam lesz? Oké, Titusz, te jössz most az izédel a 300 méterentel. Mert írt a Titusz. Na, most tényleg? Már fönn van ilyenkor. Hallgat minket. Mert szerintem csak eltekert a rádió. Megriadt. Valaki alá a kocsijába eltekert a rádió. Nem tudod, Fétko, mindig föl kell mélyes. Bármikor lefutom a 21-et, kancsók. De ez jó, ez szellemes egyébként. Na akkor már van kettő, akkor már vagyunk. De bármikor az elkövetkezendő egy évben. Nem, ő egyébként jó kondiban van, de mi ketten mi mindig nem vagyunk elegek a 21-re.
nem, futóverseny hát, szervezünk, mert ők kihagytak egyébként a futóversenyből, és most szervezek magamnak hát a rádióból. Nem, fel akarjuk mérni a versenyt, a terepet, mindent tudod, hogy, hogy már biztosan mehessen, tudod. Nem, hogy még próbálok most magamnak csapatot toborozni ebből a meglehetősen, hát ilyen... Egy ilyen... futóversenyre? Nem, ugyanarra, csak egy másik csapatot, mert kihagytak a rohadékok. És próbálok a stábból valakit összeszedni. Elég csehülász. Nagyon rosszul állom, mert én vagyok meg a Titus konkrétan, tessék, ketten vagyunk. Hát akkor ő egy 20-ast lefut, te egyet hozzáteszel meg vagy. Na, de én mondom, én szurkolni elmegyek. És figyelj, azt csinálhatjuk, hogy te lesz az utolsó, Titus legyen az első, és akkor nem kell találkoznotok se. De nem, hát azért most ketté osztjuk, és 11-11, azért az viszont sok. Tehát az arra még kell két ember. Ki van még? Jó, töltelék közben. Töltelék? Hát valaki kettőtök közé. Nem akarok kajálni, hogy jön ide ez most. Jó, hogy kettőnk közé valaki. Mindegy, nincs. Nincs. Mindegy, csak jó, nem futok, egyeket, nem futok, nem érdekel, nem futok. Ne, csak hogy még egy szöget verjek a koposodba, Zsűl is ott lesz. Ki vagyunk segítve? Hát Zsűl, aztán ki vagyunk segítve. Nem, stábfotós. Velünk. Ja, veletek persze, lesz? Ő fog fotózni. Ja, hogy téged is meghívtak. Rohadjatok meg. Meg egyébként ott lesz meg Zsűlnek az egyik unokatestvére, a Norsinak. És konkrétan ott lesz az egész rádió szurkolni, csak én nem. Szemetek. Csabinak a középiskolás osztálya. De ne több ember sajnos már nem. Na jó, innentől kezdve ez nem érdekel. Fél hét múlt pontosan 4 perccel lehet jelentkezni játékra. Jó, egészen nyugodtan, durván arcoskodva. Annának bokolva. Mi pedig jövünk a hírek után. Ez itt a Morning Show. 6 perc múlva pontosan, 7 óra. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Megnézzük, hogy ki a mai első játékosunk. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, egy hallgató és egyetlen szabály. A Morning Show arénájában Sebestyén Balázs, Rákóczi Ferenc és Vadon János várják az új kihívókat. A csatát 4 tiltott szó dönti el. Fekete, fehér, igen, nem. Készen állsz rá? Jól gondolt meg a válasz. Halló, jó reggelt! Hello! Szevasztok! Jó reggelt, hello! Hogy hívnak? Sziasztok, Imi vagyok. Hello, Imi! Imi, jó reggelt! Imre, kivel szeretné játszani? Muszáj belevágni, mert itt elbeszéltük az időt. Ki legyen a mai játékos társad? Legyél te, Balázs! Ez az! Ez az végre! Végre valaki! Jó, játszunk is, jó? Nagyon, jó, nagyon. Na. Hogy állunk? 2-1-re vezetünk. Jó, tehát nincs baj, ha én most kicsit kirázottam. De van baj, úgyhogy szedd össze magad. Jó. Oké, János. 3-2-1, fire! Na, Imre, mehetünk? Felkészültél? Persze, mehetünk. Nagyon kipihent vagyok. Honnan telefonálsz? Budapestről. Vagyok jelenleg. Budapesten? Persze. Mit dolgozol? Mivel foglalkozol? Árut szállítok, gyógyszertárokba. Innen üdvözölném is az MKI és kollégákat. Ők hallanak most minket? Hát szerintem nagy része. Nagy része, aha. És gyógyszereket viszel, vagy mit mondtál? Gyógyszereket. Gyógyszertárakba. Gyógyszertárakba, aha. Kicsit megerekedt ez a beszélgetés. Na, mit csinálsz hétvégén? Hétvégén kérlek szépen, paintballozni megyünk kollégákkal. Most először, vagy voltál már? Most először. Én, de volt már olyan, van olyan kollega, aki már volt. És mit hallottál róla, hogy milyen? Hát, jó kis játék, van, hogy fájdalmas, de jó játék. Izgalmas. Izgalmas. Aha. Vége van? Aha. Izgalmas. Izgalmas a vége. Gyertem? Hát igen, igen. Passzívnak nem voltál mondható. Persze, megvan az ajándékcsomag, megadjuk neked. A kapcsol is lesz a végére. Igen, ki nem volt, nem tudtam mit kérdezni, megregettem picit, de ez inkább az én hibám. Úgyhogy... Nem baj. Megvan az ajándékcsomag, jó? Ez így jó, oké. Nem baj, neked, ez jó lesz. Küldjük neked, Imre, ciao. Jó van. Köszi. Sziasztok, hello. Passzív nem volt, nem? Majdnem. Visszamondta azokat, amiket te mondtál, ez egy ügyes stratégia, de passzív. Igen, a felénél jöttem rá, hogy így játszik, hogy máshogy kell kérdezni, mert azt mondja vissza, amit én mondok, igen. Na mindegy, jó, így akkor most? 2-2. És akkor holnap lesz még nagy nap, hogy... Ezt tudom, hogy rám akarjátok hagyni. Múlt héten nem játszottam.
Jó, meglátjuk. 2-2 a hét még hosszató, egyébként nincs nagy baj. Na, 3 perc múlva pontosan, 7 óra jönnek a hírek, aztán jövünk vissza mi. 4-1-8 lesz, 3 perc múlva, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello Feri, hello Jani. Sziasztok. Hello, jó reggelt. Hello minden Morning Show hallgatónak. Az M1-esen a 41-es kilométer környékén egy fiatalember fut Budapest felé a belső elválasztó korlátnál. Jön neked segíteni a versenyre. Vinéken van a főnök. Na jó, de mégsem az autópályán a 41-es kilométer környékén az M1-esem. Hát fontos neki ez a verseny. Te jó Isten, vajon mit csinálod? A Budapest-Székesfehérvár vonalon megint késnek a vonatok 10-40 percet, ezen a héten már negyedszer, és még csak csütörtök van. Köszönjük már! Ez 2 hónapig még így lesz állítólag, mert pályafelújítás van. Legalábbis valaki ezt írta. Utána a pályakarbantartás. Igen, a romok eltakarítása, és utána pedig az ünnepség miatt egy napig nem járnak a vonatok. Az volt, hogy volt egy ilyen sztori, hogy Japánban lemondott a közlekedési miniszter, mert 3 percet késett egyszer a vonat. Az egy konkrétan megtörtént dolog. És az, hogy ezt így nem tudja tovább csinálni. Tehát ott takra pontosan ki van írva, hogy 23.02, 6 másodpercig be kell, hogy álljál a megállóba, és beáll a vonat. Volt ami késés, csúszás, 3 perc, és mondta, hogy ezt ő nem, ezt ő nem. Köszönjük szépen, hogy lemondott. És öngyilkos lenne? Itt nem öngyilkos lenne, itt naponta 4-szer gyújtaná fel magát, és szúrná hason magát, rituális öngyilkosságot elkövetve. Hát. Feri, megrendült benne a bizalom. Hát ezek után. Ennyi. 3 perc, az 3 perc. Ő azt ígérte az embereknek, időben ott lesz a vonat. Késett 3 percet, lemond. Ez egy konkrétan megtörtént eset az elmúlt, mint a 10 évből. Ez így ahogy van. Hát, megtörtént. Hát amikor egy olyat hallasz, hogy az összes japán vonat összesen egész évben 40 másodpercet késik, akkor az egy picit elgondolkodik rajta, hogy most mit írtak félre, nem negy, biztos 40 perc, vagy óra, vagy ilyen, nem, 40 másodperc. 40, az összes japánban, és van egy pár vonal, tehát, hogy még Japánban nem voltam, de a pekingi vasútállomáson nem egy nap 40 millió, vagy 30 millió ember megy el. Mi a franc lehet egy másodperc kés? Az nagyon szép. M3-ason Pest felé Gyöngyösi lejárónál egy nagy szarvas tetem van az út szélén. És mérnek a 88-as kavicsnál Budapest féle az M1-esen, ez pedig Levi üzente nekünk, és itt van István. Hello István, jó reggelt! Szervusztok, üdvözlöm a hallgatókat, jó reggelt! Hello, merre vagy? Fonszentmárton és Marcfűt között közlekedem, és csak azért írtam SMS-t, mert 6 fénysorompó van, abból 4 nem üzemel, most már napok óta, mert 2 nappal ezelőtt jártam erre, akkor is ugyanígy volt az egész. Nagyon óvatosan kell menni, mert nem mindenhol terészőkben megy a közút, a vasúton keresztül, és nehéz belátni. Tehát arra kérek mindenkit, óvatosan közlekedjen, óvatosan menj már besineken. Ez fontos. Köszönjük szépen, hogy elmondtad. Jó utat neked! Minden jót nektek is, tovább. Köszi. Hello. Hengermalom út, Budafoki út kereszteződésében sötétek a jelzőlámpák. Szép napot, fiúk! Andi 73. És jelzőlámpa dögvész van Budapesten, Óbudán, a Bécsi út, Vörösvári út kereszteződésben nem működnek a lámpák, a Vörösvári rendelőnél sem, a Váci úton az Árpád híd és a Lehel tér között szintén sötéten villognak a lámpák, ezt pedig István írta nekünk. Most még esik, de majd kisüt a nap, 30 fokon ragyogóan kék az ég. Ja, bocs, Balin, hallgatunk benneteket. Egészségedek. Igen. Na, egy kis arcoskodás. Hello, Bali, a nevem Forrest. Szívesen futok veled. Ezt most nem érdekel ez a futóverseny. Szia, Feri, mit keresel tegnap a 99-es buszon? Semmit. De tényleg semmit. Nem is. Szenzációs. Nem, hogy nem kerestem, ott se voltam. Ott se voltam. Lehet, hogy a Tarány Tamás utazott. Egyébként tényleg? Hát mi ketten, mint 2 tojás, csak ő énekelni is tud. Tényleg nem voltam a 99-esen. Tarány Tamás, aki szintén úgy tűnt el az X-Faktor után, vagy a Csillagszültök után, mint a húzat. Mint ahogy még sokan mások. Ez nagyon jó, amúgy, hogy jött egy SMS, hogy Jani, te mit csinálsz itt, hiszen téged Egyiptomban láttalak tegnap. És hogy semmi kérdője, semmi szkeptikusság, teljesen egyértelműen ő látott téged valószínűleg a 99-es buszon. Ahogy téged egyébként Hurgadában sétálni tegnap. Hát persze, nem? Hát meg ugye erőt és szoláriumos beavatkozás után szoktam fellépni Snoop Doggy Dogg néven. Igen. Na. Igen. Volt még egy SMS, csak azt keresem, aztán már mondom is, hogy most mennek valahol, de nem találom. És valakik valamit és csinálni. Írnek, de arról erre, vagy erről arra? Mert hogy azért szerintem nem mindegy. az egyáltalán. Dobtok egy klasszos pólót, ha beugrom, vállalom a stáv kávé hordó szerepét, kérdezi Fabban. Hát így nem adunk pólót ilyen könnyen, nem? Már csak azért is, mert nincs, tehát, de egyébként... Tehát, hogy nagyon elméleti a kérdés. Nincs pólónk. Azt most nem csináltattunk. Azt elhagytuk egyébként tényleg. Tehát volt szép, volt, de vannak sokkal jobbak. Amiket már a hallgatók is sokkal jobban szeretnek. Lekutattuk nagy kutató cégekkel, és megnéztük, hogy a pólót már nem akarják, a szatyrot akarják.
komoly kupaiparági kutatásokat végeztünk. Mert azt mondja, sokkal praktikusabb. Há, hogyne? Sokkal könnyebb bele bevásárolni, mint egy pólóval. Nem kell ennyit mosni, energiatakarékos. Nem kell csomót kötni az ujjaira, hogy ne essen ki rajta a kenyér. Figyelj, neked most mi az a pótcselekvés, amit megint csinálsz a kézkenegetés után, amiről hál' Istenre szoktál? Mi az, amit ragaszgatsz a telefonodra? Csak mondom, körülbelül Jani 10 perce, ahelyett, hogy például az adásmenetét olvasgatná. Matricát ragaszgat a telefonjára mindenféle ilyen sárga, fekete, kicsi, apró, rettenetesen ronda matricát ragaszt meglehetősen akkurátosan Janison a telefonjára. Hogy most megint mit csinálsz? A lányom felragasztott az összes Hello Kitty-set, és gondoltam, hogy már csak ez marad. Azt hittem, hogy a kézkenésnél nincs rosszabb, de most mi ez a matrica ragasztás? Figyelj, mit csinálsz? Szeretném, hogyha meglenne a telefonom akkor is, hogyha elveszett. Vagyis? És? Aha. Na, és ezért felraksz rá egy matricát? Így van. Uh-huh. Mert hogy a matricának a segítségével gyakorlatilag én visszakaphatom a telefonomat. De mi rá van írva a telefonszámom? Ja, nyilván, hogyha olyan telefonom lenne, mint nektek, akkor nem ragaszkodnék hozzá ennyire. Nem, mert azt mondom, vigyázzam. Mert az a baj, hogy ezt nem adná vissza senki, ez annyira drága a tiédet, viszont utána dobják, ha elhagyod. Mondtam egyébként, hogy az ötösnek befejezte a gyártását a céget. Mert ilyen az új belőle, az ötös. Ja, ne arra, úgy mondtam, hogy az ötösnél új lenyomat szkenner lesz majd a home gomb mellett. Mondtam, igen, és de kétszer olyan gyors, mert az ötös. Felsorolni sajnos. És ez egy picit fáj is egyébként a cégetek. Na mindegy, ne is erről beszélgessünk. Mi a Mónika telefonszáma van rajta, hogyha megtalad, akkor hívd föl. Nem, marad érdekes a dolog, mert hogy van egy olyan weboldal, ahova, hogyha felmegy az ember, és mondjuk beírja azt a kis kódot, ami ezen a matricán látszódik, akkor kapcsolatba lépett velem, a tulajdonossal. És akár vissza is adhatja nekem a telefont. Na jó, ne bóckodjunk már. Jó, tényleg, ne bóckodjunk már. Tehát te azt gondolod, hogy fölrakod egy 50 vagy 100 ezer forintos telefonra a te kis matricádat, és pont olyan ember találja meg, aki egyébként valami kódot beüt valahova, és hát, azt visszaadja neked. Jó, hát alapvetően ez egy bizalmi dolog nyilván, mert azt is megtehetné, hogy éppen kibuherál belőle mindent, ami hozzám köthető, vagy amitől hozzám kötődik ez a telefon, leszed róla mindent, szépen formatálja, letörli, stb. Aztán boldogan él vele, hiszen tudjuk, hogy ezzel a telefonnal gyakorlatilag nagyon boldogan aha, lehet élni, hiszen ilyen csúnyán boldogság ne továbbja. Nézd már meg végig. Ne, azt ízével ráskójjal csináltam ja, rajta. Hogy egy legyen valami. Kedvé. Figyelj! És akkor ezt most ilyen matricákat raksz most az autóra, a biciklire, még mindenre? Hát elviekben egyébként mindenre rárakhatom, mert rárakhatom egy pénztárcára, rárakhatom egy kulcstartóra. Ez annyira te vagy egyébként. Vannak, stb. De nem, hát ez a bizalomról szól. Jani. Arról van az egésznek a lényeg egyébként az, hogy van ugye egy ilyen weboldal, azon a weboldalon én beregisztrálok. Aztán vásárolnom kell, vagy előtte vásárolok egy ilyen kis matricát, 1000 forint van egyébként, úgyhogy nem egy nagy összeg. Igen. És a matricán szerepel egy kód, szerepel az rajta, hogy jutalom jár annak, aki egyébként visszaszolgáltatja nekem a tárgy. És gyakorlatilag rajta jutalom, van. Rajta igen, van nem? Megtaláló jutalomban részesül. Igen, a jutalom az azután látható majd, meg azután tudod, hogy mennyi a jutalom, hogyha a kis matricán lévő kódot szépen te beütöd annak a weboldalnak a felületén, ahol, aminek a címe egyébként rajta van a matricán is. Tehát gyakorlatilag ezt megtalálom. Igen. Tehát ugye te ítelezzük fel, hogy nem lopom el tőled. Mert ha ellopom, akkor ezt... Már itt halt meg a dolog. Igen, ebben a pillanatban halott ez a dolog. Látszok, van egy tehetsim 20 ezerért, akkor így folytatódik a dolog. 20-ért. Na jó, hát ez 10-ért. De ha... Ne túlozzál már, milyen 20-ért? Micsoda? Ha megtalálom ezt a telefont, akkor ahelyett, hogy így fölütném a telefonkönyvet, megnézném az utolsó kimenő hívást, és föltárcsáznék valakit róla, ehelyett majd én föl fogok menni egy weboldalra, ahol bepötyögöm azt, hogy AZK17-es, megnézlek téged, és megkérdezem, hogy mennyit adsz a telefonodé, haver. És ki jön, hogy Vadó János, nem tudom, milyen is ilyen utca, és azt mondom, hogy Jancsikám, 200 ezerért visszavásárolhatod a nejed képeit. Meg a lányod képeit. Újabb 300 ezerért nem török be hozzá. Igen, és újabb 300 ezerért nem adom ki a bankkártyát, pinkódját. Hadd válaszoljak. Ez megint a te aranyos kispolgári hiszékenységet, hogy te ilyen dolgokat csinálsz. Tényleg. Neked is Playboy, illetve neked is talán senior. Hadd válaszoljak. Tehát, hogy nem csak telefonról van szó, még egyszer mondom. Tehát, hogy például, hogyha mondjuk egy kerékpárt találsz, vagy egy kulcstartót találsz, akkor kit hívsz fel? A Schwinchepelt, érted? Kerékpárt nem nagyon Margit, talál az ember. Margit. Kerékpárt lop az ember, nem jó, talál. És mi van az összes többivel? A
kulcsomóval? Például, vagy egyen a cicát fölrakom az autómra. Csak hova rakjam az alvászra? Hova tudom ezt föl, hova tudom föltenni ezt a matricát? Ne, én értem, ez egy nagyon helyes, nagyon aranyos dolog, persze. Még azt is mondom, hogy vannak igen becsületes emberek, ezerből egy, de ha te ne gondold, hogy azt te visszarakod, és egyébként meg feltalálják. Bár én is hagytam el a telefonomat, és fölhívtak utolsó hívásként a bizonyos kertész, aki egyébként utána nem kellett a telefonomnál, de hát nem nagyon inkább. És gratuláltál a sorstalansághoz nyilván. Igen, és aztán hosszasan beszélgettünk, egy csomó minden másról. Nem, nekem is visszaadták már a telefonomat. De én nem nagyon hiszek ebben, hogy ez egy működő szolgáltatás. Tehát, hogy arról van szó, hogy mondjuk van egy nagyon kedves úriember, aki talált például egy kulcscsomót, amivel egyébként nagyon-nagyon megnehezíthetné az életedet, ha nem szolgáltatná vissza, nem is nagyon tudja, hogy egyébként kinek adhatná oda. Azt megnézem egy matricát, hogy teszel fel egy kulcscsomóra. Hát egy ilyen kis... Hát a kulcstartó részére. Na de ez egy 3 cm-szer 6 cm-s matrica. Ez egy nagy a kulcstartó. Egy részét kell föltenni? Ne, csak magát a pici kis matricát, de nekem ez pont fölfér egyébként arra a sörnyítóra, ami lógnak a kulcsaim. Ja, értem. Aha. Az kicsit nagyképű ez, hogy te egy sörnyítóval a zsebedben jártál. Jó, akkor na csak az a bajom ezzel, hogy az ötlet nagyon szép, meg nagyon idealisztikus, meg tök jó dolgot mutat, hogy ad vissza. De ehhez annak, aki megtalálja, ismeri kell ezt a rendszert. Tehát ez nem ismeri ezt a rendszert. Hát annyira nem. Én megtalálom, láttam, vannak rajta számok. Letépedés. Nem, mondjuk ott a cím, igen, oda van írva, hogy jutalomjár, meg ott egy ID, egy ilyen azonosító. Figyelj, most nem akarok nekik reklámot csinálni, mert azért nem nyúltak a zsebbe, de hogy ott van benne, egyébként teljesen egyértelműen a weboldalnak a címéből már kiderül, hogy miről van szó. És bejuti akkor, hogy megjelensz mosolyogva, hogy köszönöm, hogy megtaláltad a telefonomat. Nem oldalon bejövök sétapázzal és sövárjék alappal. És mondod, hogy 10 000 a megtalálónak. És mi az, hogy jutalom? Én utána ledílelem veled a jutalmat, és azt mondom, hogy figyelj, na, akkor itt vagyok, bejelentkeztem, az mennyi a jutalom? Az is fenn van. Te előre bírod a jutalmat? Persze, beírom azt, hogy két mennyi jár azért. Nem, csak így, hogy hívják, egy katona, érted, egy vega, egy tofus, répás szelep. A jutalom, hogy nem foglak életed végig üldözni, nem írtam ki a családodat, nem megyek utánad egészen addig, amíg el nem kaplak. Figyelj, szerintem, hogyha mondjuk egy kulcsomat visszakapsz, amin gyakorlatilag minden rajta van, ami neked kell, és nem kell utána járnod, nem kell újakat csináltatnod, főleg egyébként, hogyha olyan biztonsági záról van szó, aminek mondjuk eleve nem is másolható, vagy kódos, vagy mit, ezerféle ilyen kis cucc van, akkor te azért örülsz neki, hogyha mondjuk ezt adott esetben 10-15 vagy 20 ezer forintért visszakaphatod. És az is jól jár vele, aki egyébként meg semmi sem tudna vele kezdeni, mert hát ott van egy kulcscsomó, mit csinálsz vele? És ez a matrica nem inkább azt mondja, hogy ami néni ilyen matricát látok, az lopd el? Mert a tulaj biztos fizet. Na most csak kérdezem, hogy én a kocsimra fölrakok egy ilyen matricát, és azt mondom, hogy a becsületes megtalálnak. Mit lát a tolvaj? Azt látja, hogy tesó, ha itt egy matricás. Ugye a magyar hogy gondolkodik, vagy a legtöbb? Nézd már, keressük a matricás telefon. Megkeresi a matricás telefon, mert tudja, hogy te majd fizetsz a telefonodért. Egyébként ezt meg nem fogja ellopni. Annyira nem életszerű egyébként, amit mondasz, hogy belegondolsz. Csak kérdezem. Nézzük csak, ez a telefon. Ez nem jó ezzel, nincsen matrica. Ez matricás, ez nem lopom el. Ez se, és hoppá, na ezt most már elviszi. Nem csak most, ha én tolvaj vagyok, és választhatok egy matricás telefon között, meg egy nem matricás telefon között, akkor elviszem a matricásat. Miért? Mert mi az egyik kezed tele van, vagy már csak a száddal tudod megfogni. Nem az, akkor mondtam, mert látok egy kocsit, amin van ilyen rohadmányos matrica. A kocsi. A kocsi ugyanilyen nem reális azért. A hátsó ülésen van egy vízi baby on board felirat, meg egy ilyen matrica. A másikon nincs. Akkor én elviszem azt a kocsit. Mit gondolok? Ha fizet, akkor jól járok. Ha nem fizet, akkor meg eladom a kocsit alkatrésznek. Tök mindegy, így is úgyis jól járok. Nem? De ez a felhívás keringőre. Lopd el, mert a tulajdonos fizet. Most ha fordítunk egyet a dolgon, nem? Szerintem egyetlen egy módon lehet ezt csak tesztelni most. Levisszük az aluljáróba, fölvekjük a metróra, ha visszajön a telcsi, hát, várja, ha izéta, akkor csak leszedem a hátlapot. Az se olcsó. De egyébként ez a rendszer kicsit olyan, mint hogy neked találták volna ki, mert egyébként hármunk közül te veszítesz el a legtöbb dolgot. Gyerekek, én mindent. Taxi hátuljában hagyott. Én még egy dolgot nem hagytam el a Benit, de hogy ezen kívül én a bankkártyámat, a telefonomat, a sluszkulcsomat, a repülőn, a zsebbe, minden, mindenhol. Tehát nekem egy ilyen 100 darab matrica se lenne elég. Az a szerencséd egyébként, hogy ugye nem nagyon ragaszkodsz a tárgyakhoz, de például, ha visszaemlékszel, nemrégiben tűnt el egy olyan naphemüd, ami egyébként már közel állt a szívedhez. Már. Tehát az összes többi tárgyhoz. Már megrendülni láttál, van, nem? Igen, már láttál érzelmeket az arcomat. Amikor mentél a folyosón, és egy picit belekapaszkodtál a lambériába, akkor éreztem, hogy ott valami gond van. Eszébe jutott az ára, ugyanis. Igen, eszébe jutott, hogy úristen, az a bulgári napszemek. Jó Isten, mit mondok a Vikinek, mert tőle kaptam. Nem, szeretem azt a
napszemüveget. De most akkor ragasszak matricát a napszemüvegemre, és járj! Jó, de nem a lencsére, nem a lencsére kell ragasztanod, hanem például be, annak viszonylag széles egyébként itt ez a, hogy hívják, de, ilyen, szára. És akkor a szár belső részében simán bele tudod ragasztani. De ezek a dolgok élvezeti cikkek. Ezek a dolgok azért vannak, hogy te szerest hordani, nem matricázol föl egy telefon, nem matricázol föl egy napszemüveget, nem raksz rá matricát, nem raksz. Figyelj, hogy én találok egy ilyen bolgár napszemüveget, amit mondtál, akkor azt eladod valami furán beszélőnek. Akkor is simán visszaküldeném, hát eleve nem venném fel. Ismered ezt a márkát? Tudod mi az? Megismernéd, hogy ez egy jó márka, hogy bulgári ez? Márkát, a szőlőt, meg a medgyet ismered. Bulgár, hova? Szófia, hova küldjük? Biztos eldobnál bulgárát, akkor ez nem jó. Igen, hova küldjük? De aranypart. Ez nem jó. Figyelj! Én egy picit idealista vagyok, meg nyilván maga a rendszer is arra épül, arra a fajta idealizmusra, hogy vannak becsületes megtalálók, de... És most mire rakott föl telefon, okis, luszkulcsa is? Így van. Lakáskulcsa is? Luszkulcsa is egyébként. Lakáskulcsa is? Így van. Személyigazolványra, mert az milyen kellemetlen, ha azt ellopják. Hát az aztán baromi, hogy megyek, azt letiltatom. De úgy újra csináltad. Na de várja, újra kell csináltatni. Az okmány irodás kellemetlen. Na látod? Pont 10 perc. Jó, nyilván, hogyha a pénztárcában van egy olyan okmány, ami rajta van egyébként az állandó lakcímed, akkor viszonylag egyszerű kideríteni, hogy hol laksz. De hogyha olyan okmányokról van szó, amin ez nem szerepel. És te benne vagy névvel a rendszerben? Tehát te úgy látlak én meg, hogy Vadó János? Meg egy telefonszám? Hát ahogy akar, de hogy? Nem, mert ha elhagyok egy lakáskulcsot, utána már akkor tudom a nevet is, tudom a telefonszámot, akkor már tudok, érted? Aha, a felsőre elmondtad, hogy Lőrincen laksz, már annyi, be vagy határolva. Csak hogy próbálom szűkíteni, hogy azért ez nem... Figyelj, tehát, hogy... annyi adatot adsz meg magadról, amennyit akarsz. Tehát neked nem kell feltétlenül mindent, a címedet, a telefonszámodat, ha csak egy e-mail címmel akarod jelezni, vagy elősegíteni azt, hogy meg a téged a becsületes megtaláló el tudjon érni, akkor az elég. De beírhatom, hogy mit a Mirmur a nagy makkerdő, és akkor ott lakom Mirmur. Ezt nem, mert már én beírtam. Elindulok, vagy Misi Mókus, elindulok a hegyen túlra. Tehát ezeket be lehet? Na mindegy, jóval ragasszál, ezt be megérdemled. Hát most már nem szedem le, már felragasztottam. És autóra is tesztek a Baby On Board mellé? Van ott is? Már nem, már kinőttem már a gyerek. Ne, te üsz a gyerek. Most már nem Baby On Board van felül, akként hátra leragasztva a virág miatt, hanem Giant On Board. Giant On Board. Nem, ez tipikusan az, te tipikusan az vagy, aki az a naív ember, aki ha azt hiszed, hogyha felrakod a Baby On Boardot, akkor téged nem tolnak le, kegyesebbek lesznek veled, kedvesebben bánnak veled. Ez a naív matrica ragasztó ember vagy. Tehát egy naív matricázós. Milyen vagyok? Milyen vagyok, bocsánat. Hisz még az emberi jóságban. Persze, hát most ne legyünk már annyira cinikusak, kiégettek és szkeptikusak mindennel kapcsolatban, ami szép és jó meg. Figyelek. Értem. Persze, kicsit idealisztikus, de azért én abban bízom, hogy például egy olyan ember találja meg, mint mondjuk Zsűl. Mert ő vissza is adná. Telefon. A Zsűl szerintem egy héten keresztül próbálgatná a kulcsot az ő lakásában. Ezt kicserélték. Kicseréltem az ára. Én kicseréltem. Mikor cseréltem ki az árat, Zsűl? Nem tudom, Zsűl. Becsöngetek hát, ha benn vagyok. Hihetetlen, hogy kiszúrtam magammal, új zárat tettem fel, és nem is szóltam magamnak. Na mindegy, jó. Na, okay. Jó ez. Tessék, nézzük akkor meg, hogy ki mit hagyott el, ami baromira bánt, ami rettenetesen fájt a szíve, ami közel állt hozzá, amit szeretett, elhagyta, és mondjuk emlékszik rá, és nem tud ezen a dolgon túllépni. Nem is kapta vissza, nem is volt becsületes megtalálva. Most nem arra gondolunk, hogy találtam egy pénztárcát, visszaadtam, 50 ezer volt benne. De mondjuk csak egy a kulcs... ilyen albán, bolgár vagy román napszemüveg. Mert általában ez menő. Igen, bulgari, almani. Igen, romani. És gabani. És gabani, igen. Hogy mi lett vele tényleg? Az emberhez azért hozzá tudnak nőni tárgyak, amikor tényleg sírsz, hogy elhagyod, nem? És ez így valahogy megmarad egy-két nagy kedvenc elvesztése, amit elloptak, vagy elvettek tőled. Ilyen mindenkinek van. Nézzük meg, hogy ez meglette, vagy soha a büdös életben nem került elő. Szerintem inkább az utóbbi, nem? Valószínű, hogy ezek nem kerülnek elő. Fél nyolc volt pontosan, egy perccel SMS számunk 06 745 000. Jövünk a hírek után. Ez itt a Morning Show. 3:48 múlt pontosan egy perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Sziasztok, jó reggelt. Hello, mi van, matrica bajnok? Hova raktál még? Mert én még hiszek a becsületes megtalálókban. És akkor most a pénztárcádomból a pénzre is raksz? Persze. Tehát minden 5000-es, 10000-es, 1000-es, 500-as. Valaki visszahozza, akkor adok érte 15-öt. Hülyének is megéri. Az mindenkinek megéri.
Nem, én pénzt is elhagyok mindig, akkor rakjak a pénzre. Csak kérdezem, matricázom fel a pénzeimet, nem? Hát akkor, ha becsületes a megtalálat, akkor hozza vissza a pénzt is. Hm? Bankkártyádra. A bankkártyára érdemes egyébként. Jegygyűrűdre egy belülről. Na, de hogyha picit félretezik a mókát, akkor azért maga a rendszer az nem rossz. Hát nem. Tehát nincsen ezzel gond. Figyelj, nekem 1000 forintot megér évente az, hogy most adott esetben valaki visszahozza a lakáskulcsaimat. És egyébként nagyon sokkal persze nem címmel vagyok igen. fent nyilván az oldalon, hanem, hanem egy e-mail címmel, ami adott esetben nem is az első számú e-mail címem, hanem arról kapok mondjuk egy átirányított e-mailt. Érted? Csinálok egy ilyen freemailes címet, azt csókolom. Persze. Jó, hát soha nem fog felrakni ilyet meg te se. De ezért jó, ezért szép ez a dolog, mert te megrakod. Nézzük most az SMS-eket. Most elgondolkoztam azért. Ismen a fő, nem. Ez egy életszemlélet, ha te elkezdesz matricázni. Tehát az szerintem nem. Tehát ahhoz olyannak kell lenned, hogy matricázol. Igen, meg hogyha felraksz, akkor majd álcázod, jó? Jó. Jó, letakarom, mert leragasztom egy másik matricával. És akkor okosan felraktam. Nézzünk egy-két SMS-t, ki mit hagyott el. Egyszer a pénztárcámat hagytam el, 2 nap múlva édesanyám megtalálta a fagyasztóban. Visszaadta. Amerikából kaptam egy kék Dallas cowboyos kapucnis pulcsit, ellopták a gázalkatrészboltomból. Ennek kb. 11 éve, de ha valaki meglátnám, azonnal pofán vágnám. Mert nagyon szerettem és vigyáztam rá, üdv Tibi. Aha, ez elképzelhetetlen, hogy valakinek legyen még az országban egy ugyanilyen Dallas-os pulcsi, a kézzel, hogy ez a dír, lenyomsz neki egyet. És hát ez most miért? Ez az én pulcsim. Hát érted, persze, szereti, keresi, persze. Egyszer elvesztettem a telón, próbáltam hívni, mikor nagy nehezen felvették, ezt kiabálta bele. Ne hívogassál már, még én kérek elnézést, hogy hívni mertem, kérdezi Beus. A Baby on Board az nem engem figyelmeztessen, vagy ne engem figyelmeztessen, hanem ő vigyázzon jobban a szállítmányára. Alapból úgy azért kezdték el a matricázást, hogyha balesetet szenved, akkor a tűzoltók lássák, hogy van még valaki az autóban, és megkeressék a babát. Lábbalhajtós automat lopták el, amikor 6 éves voltam. No. Megborítottam a gyereket, mikor megláttam. 1 hét múlva nem is kellett matrica. Louis Vuitton gyönyörű szép, de hamisítvány neszeszeremet lopták el, vadonatújonnan vásárolt márkás rúzsokkal, szempíra spirállal együtt. Feltörték a kocsit a budaörsi vadasparknál. Semmi más nem vittek el, csak az ülés alól a neszeszeremet. Ennek 4 éve azóta is mindig eszembe jut. Szegény. Sirathatja. Igen. Nekem tetszik ez a matricás dolog, egy betegesen becsületes megtaláló vagyok. Egyszer egy leesett rendszámtáblát találtam, 1 hetembe került, mire kinyomoztam a tulajt. De jó arc vagy. Felhívtam, és nem kis megdöbenést okozva, közöltem vele, hogy nálam van a rendszáma. Szóval tessék csak minden alkatrészre matricát ragasztani, nekem így könnyebb lesz a dolgom. 10 éve a debreceni 2-es tolni hagytam el egy napszemcsit. Volt gyászszertartás, vírasztás. GPS pulzusmérő óra, csak terepe futottam vele, és mióta nincs, meg kevesebbet futok. Alul motiváltság miatt, írja egy hallgató. János, ragasz matricát a pénzre. Ha azt is elhagyod, akkor azt is visszahozza neked valaki. Ellopták a telefonomat, felhívtam, szia, nálad van a telefon, amire közölte, ez már nem a tiéd. És igaza van. Jaj. Ez kegyetlen. Hát az. Ez olyan személy dolog szerintem. Mindegy. Figyelj, gyakorlatilag az egész olyan, mint egy ilyen internetes találtárgyak hivatala. Igen, kicsit csak matrica formában, persze. Csak itt hatalmas esélyed van arra, sőt nem hatalmas esélyed, gyakorlatilag 100%-os esélyed van rá, hogy kapcsolatba léphetsz azzal, aki elveszítette. Éjszakai útvesztőbe mentek a gyerekek, rájuk bíztam a 20 évvel ezelőtt vásárolt amerikai rendőrlámpámat, amit az első fizetésemből vettem. Hogy lehet elhagyni a vaksötét éjszakában az egyetlen fényforrást? Jó. 3 hétig nem tévészhettek. Így csak. Jó a kérdés, egy darab elemlámpát a vaksötétbe elhagyni, az nagyon kemény. Meg az kincs, az a hosszú amcsi rendőrlámpa lehetett oda, amit ők használnak védekezésre, támadásra, mindenre. Igen, ami kicsit gumibot, kicsit lámpa. Ez egy konkrét önvédelmi eszköz, valamelyik nap szereltem otthon egy konnektort, és nekem is van egy ilyen elemlámpám, és egy ilyen 2,5 méter magasról, illetve fene, tudja, hogy milyen magasról, mert fölraktam a félfára, a felső részére az ajtónak, és szépen leesett. És mondom, úristen, összekarcolod. Jaj, most ne légy, nem ne azért, ezeket a részleteket. Nem ott volt fönt a konnektor, mennyire jó a kérdés, Feri. Igen, fönt volt a konnektor. Minek van egy konnektor? Ezt nem az, most nem szóltam be, hogy mekkora vagy, mert hogy mit keres. Most majdnem eszembe jutott a hímtagom, hogy honnan tudja, mert
úgy vettük a lakást, de nem ez a sztori lényege, leesett van. Az a rohadt drága. Nálatok van 2,5 méteren konnektor? Nálatok 15 centim. Körülbelül a konyha konnektor. Hogy nincs? Miért van nálad 2,5 méteren konnektor? Most mit csináljak? Hát ha egyszer ott van, de óriások, a mosógép felett. De nem lehet, hogy óriások lakták előtt a házad? Hát a 2,5 métert szerintem azért a Feri igencsak el tudja érni kézzel, hogyha kinyújtja. Hát én így kinyújtom, ja, nem óriás. Tudom elérni a 2,5 métert. Ki lakott nálatok? János Vitéz és az óriás előtte? Miért megkérdezed, igen, csak székről állva érem. Nem te, hogy éred el, hanem nincs. Most mit csinálja? Mit keres egy konnektor 2,5 méter magasra? Nincs racionalitása, soha nem tesznek konnektort. De ha csak 2,30 méter magas, de rohadt magasam, most mit csináljak? Szóval leesett a leesett lámpa. Az a rohadt drága lámpa. Na, semmi, egy karcolás nincsen rajta. Aztán még egyszer lejtettem, és akkor sem. Utána már harmadszorra megnéztem, hogy tényleg ilyen jó ez a lámpa, és tényleg ilyen jó. Na, és képzeljétek el, rohadt magasan van ez a konnektor. És működik? Van benne áram? Amióta megcsináltam, igen. De minek csináltad meg, ha úgyse dugsz bele semmit? Nem értem. A mosógépnek abba van beledugva. Ja! Hát miért nem ezzel kezdted, hogy ez a mosógép fölött van? Hát az már világos. Fölfele viszed az áramot. Nem, én nem viszem sehova, megy ez magától. Hát ez fura egy házatok van nektek, ez biztos. Miért vin? Hát mert bedugod a mosógépet egy 2,5 és látod a vezetéket. Igen, de azért volt, hogy ne rázza meg az áram, mert érted, 1,50-en még vizesedhet a fal. Hát a de miért nálatok minden elektromos fogyasztat be van építve a fal? Nem, ez egy konnektor, van, nézd. Lent van, nézd, és a mosógép mutatom. Mögött van egy konnektor. Én értem, de ha a mosógéped lent van, akkor megy egy kábel a falon, és bedugod, és lóg a kábel, és a konnektor van a mosógép fölött. Hát nem mondod, hogy azért ez természetes, hát azt úgy szokták elrakni, hogy lerakják lábmagasságba, lerakod a mosógépet, és bedugod mögé, és eldugod a kábelt, eldugod a konnektort. Azért az nem természetes, hogy van egy mosógép, és abból kijön egy kábel, lóg le egy kábel, és valahol ott a világ tetén föl van dugva egy konnektor, amiben bele van dugva a én élek egy másik bolygón? Szerintem nem. Szerintem tök természetes, hogy a konnektort minden lakásba elrejtik. Mert akkor látod a kábelt, akkor egész nap lóg a kábel. Hogy egész nap, amikor használom mosógépet, hát ide most ebben mi a... Na, hogy felmászol de... mindig, ha mosni akar. Nagy baj, figyeljetek, nagy mindig baj van bedugod. Azzal, hogy én látom általában a mosógépünknek a kábelét, amit bedugok a konnektorba, hogy működjön. De mindig bedugod, mindig mosol, akkor felállsz egy kis székecskére, bedugod, utána mosol, felállsz egy székecskére, és kihúzod. Hát így alakult, mit csináljunk, mert rohadt magasan, mit csináljunk, vissek ki neki egy lejjebb egy picit. Nyilván. De ha a mosógép nullára van kapcsolva, és nincs semmi kijelző, semmi, az hiába van bedugva, akkor az nullát fogyaszt, akkor az még kihúzni. Mert nem olyan, mint a tévé, aminek van egy pici pirossal, hanem az nullán van, az nem fogyaszt. Figyelj, most meg fogsz lepődni egyébként, de nagyon meg fogsz lepődni, figyelj. Azt a konnektort másra is használjuk. Például hajszárítót szoktunk beledugni. De miért nem hoztok le egy hosszabbítót? Hagyjál már békén. Hát de csak kérdezem, mert hogy nincs hova rakni azt a tetves hosszabbítót. Hogy nincs hova rakni? Hát egy hosszabbító az 20 centi. Fogsz egy konnektort, abba bedugod a hosszabbítót, és mindent lent a földön dugsz be. A hajszárítót is, mert a mosógépen nem ezért el. Vannak a hosszabbítók, de van 4 vagy 5 kiállás. Holnap hozok egy videót a fürdőszobánkról. Érted? Ez a, ahogy Balázs elképzeli, meg ahogy egyébként kinéz a fürdőszobánk. Mert a mosógépnek a tetejére egy csomó dolgot pakolunk egyébként, és ha még rárakok arra egy hosszabbítót... De a hosszabbítót tedd be a mosógép mögé. Hozd le a hosszabbítót, vettem a mosógép mögé, és a mosógépet dug be a hosszabbítóba, plusz a hajszárítót is dug be a hosszabbítóba, nem kell mindig székreállom. A mosógépünk egészen oda van tolva a falhoz, mert hogy olyan kicsi a fürdőszobánk, hogy egy speciális keskeny kialakítású mosógépet kellett vennünk, ami eleve alig fér el, mert egyébként belógna az ajtó elé, és ezért oda toltam teljesen a falhoz, tehát oda már nem fér el hosszabbítót. De azért nyugtass meg, hogy amikor kilépsz az zuhanyzóból, nem állsz fel a mosogatógép tetejére, vagy a mosógép tetejére törölközni, tehát nem a mosogató, vagy a mosógép tetejére. Nem kicsi. Gyerekkoromban ott törölköztem. Fölmész, hogy bedugd a konnektort. Ha elfér egy szék a fürdőszobában, amint te bedugod a konnektort, akkor egy 6x10 centis hosszabbító el kell, hogy férjen a fürdőszobába. Hát, én komolyan, én most berendezem már a lakásotokat. Hát azt megnézem, hogy rendezed a lakásokat. De nem, hát jó a kérdés, ha a széket betud, vagy a mosógép tetejére állsz föl? Nem, de arra is fel tudok egyébként állni, mert már volt rá precedens, de nem, egy székre. Aha. Te most komolyan, én kérek elnézést, hogy valaki az előző lakó 2,5 méter magasra rakott fel egy tetves konnektort, és egy másik konnektor, meg a tükör mellett van. Nem akarta berakni a vizes mögé, nem? Na. Mindegy, nálunk, akkor a mi lakásunk rossz, hogy a mosógép mögött van a konnektor? Nem, mert akkor az megráz engem, ha ázik majd a mosógép? Megmondom, mi lehet az oka ennek a dolognak. Az, hogy a mi lakásunknak a belső kialakítása olyan, hogy alapvetően az előző tulajdonos
elképzelései alapján, illetve szakértelme alapján született. Ő megcsinált mindent, csak itt azért, barkács, hogy ne kelljen hívni a nyilván szakembereket, és aztán úgy sikerült, ahogy sikerült. Nálatok meg valószínűleg szakemberek jöttek, olyanok, akik átgondolták ezt a dolgot. Sokan írják, hogy a mosógép mögé nem szabad elvileg lefelé rakni a földre, csak fölfelé, hogy ne folyjon ki az áram. Tehát ennek van racionális magyarázata. Vagy egyébként akkor pedig a mosógépet felszereled a plafonra, a konnektor mellé. Vagy olyan jégnél, ahogy ír egy hallgató, 2,5 méterről lóg a mosógép. lefelé kicsit furán, mindig oldalról töltitek, pedig felültöltős, csak ahogy lóg, ugye oldalról tudjátok megtölteni. Na mindegy, jó. De ezzel nincs gond, ugye? Nem, semmi gond nincs. Nem, mert hogyha viszont, hogyha nálatok folyik az áram ki, akkor hívjatok itt szakértőt mindenki. Jó. Na megnézzük, hogy ki a mai játékos. Óven bácsi és Beru néni, avagy a Tatuin hangjai. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. Mert ha jó a fület, kitalálhatod, mit dúdolnak reggelenként a buckalakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni, a Párafarm csalogányai. Halló, jó reggel! Jó reggel, sziasztok! Hello! Hello! Hello, Szilvi! Szia, Szilvi! Milyen magasan van nálatok a konnektor a fürdőszobában a mosógéphez képest? Szembe van vele, és elég magasan, tehát nálunk is a hosszabbítóval van megoldva a történet. Na. És mit csináltok az árammal, ha kifolyik? Feltörlik a vizet, hogy ne találkozzon a kifolyó áram a kifolyó vízzel. Így van. Figyelj, Feri, kezdek arra gyanakodni, hogy mi a házunkat vagy a lakásunkat építették meg rosszul. Nálam tényleg a mosógép mögött van a konnektor lent. Az azért akkor volt, meg fog csapni az áram. Megérte, én már be is zárnám az egész kecót veled együtt, mert hogy ilyen felelőtlenül élni. Nem, az egy marha egyszerű dolog, mert a terrorizókat véletlenül fordítva nézték. Tehát minden fordítva van még. Ennyi. Nem csak, nem értem, csak nem hiszem, hogy nem lehet ezt esztétikusabban szebben megoldani, mint egy zsinór lóg lefelé, aminek a végén ott van egy mosógép. Hát ez szörnyű. De értem a praktikusságot. De az így hosszú távon nem zavar benneteket, például, hogy a szoba közepén van egy lámpa, ami felfelé áll, és állandóan elestek benne. Nálunk nagyon sok minden furán van. Szilvi, mutatjuk, mit csinál Óven bácsi, Beru néni. Jó, figyelj! Ez már a centrifuga program. Már centrifugáznak, mutatjuk, mit énekelnek. Figyelj, Szilvi. Hát ez... Fúha! Na. Szilvi! Lehetne még egyszer? Persze. Magyar? Magyar. Mutatjuk még egyszer, jó? Tudnod kell. Nagy Feró kedvenc pop csapata. Kinek? Nagy Feró. Imádj őt. Nem tudom, lehetne hosszabb? Hát, bögre ugrik. Nincs meg. Sandokán. Micsoda érzéken repültek rá akkor az egyik legnagyobb filmslágernek a zenéjére. Zseni volt. Én emlékszem, hogy ott álltam a kis padlószőnyeget szobán közepén, és apám ezt hallgatt egy beakhangfalkon. Micsoda. Hát a legnagyobb... megyünk, vagy a vízbe esünk. Veled. Mekkora darab. Szilvi, figyelj, nincs bögre, viszont van szatyor, meg nagyon szép Klassz FM-es Morning Show-s ajándékok, tényleg, ahogy Feri szokta mondani, nagyon csecse. Úgyhogy küldjük neked. Jó? Köszi, sziasztok! Hello, Szilvi, köszi, ciao. Hú, gyerekek, jól elment az idő ezzel a kis konnektor vitával, de nem tetetsz róla, nem azért. Mondom, 8 óra van, pontosan jönnek a hírek, aztán jövünk mi is vissza. 8 óra van, pontosan 16 perccel, jó reggelt. Kívánunk mindenkinek M5-ös 91-es kilométer Budapest felé. Két személyautó csúnyán koccant, a külső sávot foglalják el, sor még nincs, helyszínelés még nem kezdődött el. Ezt Moli üzeni nekünk. Valamint Váci út Lehel térnél, Gogol utca sarkánál nyugati felé most csaptak el egy motorost, írja nekünk így valaki. Lámpa nem megy. Nagy dugó lesz, úgyhogy mindenki készüljön. Hatos út Bart-Szigetvár között autófejtetőn méghozzá az árokban, úgyhogy mindenki menjen lassan, és MIV 591 talált rendszám, nincs rajta matrica. Most kit hívjak fel, kérdezi egy hallgató.
Jó, a konnektorvitát lezártuk. Hihetetlen, hogy egy ilyen dolog milyen érzelmeket képes kiváltani emberekből. Ez pontosan ezért csináljuk, és ezért ennyire szórakoztató. Senki ne kapjon agyvérzést, jó? Tehát ezt tényleg mondom. Jani nála falról lóg a mosógép, nincs ezzel baj. Mindenki máshogy csinálja. Ki másfél méterre teszi szabványszerűen, ki 2,5 méterre kicsit magasabbra. Hát, de nem kell azért ezzel nagyon idegeskedni. Néha direkt azért viselkedünk úgy, hogy ti egy kicsit idegeskedjetek, de nem szabad nagyon. Ez egy műsor, direkt csináljuk, jó? Az egész sztorinak egyetlen igazi konklúziója van még pedig az, hogy az amerikai rendőrlámpák mindent kibírnak. És álló. És hogy nálatok a falról lóg a mosógép. Tulajdonképpen ennyi. Nálatok pedig wifi is a mosógép, ahogy írja az egyik kedves hallgatom. Hát most mit csinálják? Aksiról megy. Van egy játék ugye itt a Morning Show-ban és a Class FM-en, méghozzá az, hogy a Class FM és a Morning Show a föld alól is előkerít egy autót. Jövő héten pénteken szeretnénk valakit újra boldog autó tulajdonossá tenni. Erről hosszan beszéltünk tegnap, minden nap megemlítjük majd, hogy mi a játék lényege. Ugye egy Chevrolet Trax-ről van szó, ezt jövő héten pénteken valaki megnyeri. És ez nem kell más tenni, mint hogy szeptember 18 és 25 között ellátogatni valamelyik Chevrolet márkakereskedésbe, és ott beregisztrálni a játékra. Ezzel mint egy már résztvevői lehettek potenciális autó tulajdonosok. Mi minden nap fölhívunk majd valakit, azok közül, akik már regisztráltak, és ezek közül kerülnek ki azok az emberek, akik majd szeptember 27-én kiássák a föld alól magát az autót, és kiássák a föld alól a Morning Show üveg stúdióját, minket is, fejünk felett több köbméter földdel. Ugye a dolog onnan indult, hogy sok helyen voltunk, már levegőben, vizem, útközben, tényleg már mindenhonnan volt Morning Show, a föld alól még nem. És ezért szerencsés hallgatók majd szeptember 27-én kiáshatnak minket a föld alól, valamint megtalálhatják az új autót, ha gyorsanásnak, összefognak, és egy nagy játék keretein belül a munkát ügyesen leosztva megtalálnak minket a föld alatt. Ha esetleg vészhelyzet lesz, de ilyesmi nem fordulat elő természetesen, de ha mégis, és választanatok kell, hogy kitássatok ki minket, vagy az autót, légy. Igen, azért, az autót. Azért, ha ott dönthettek, akkor inkább hozzatok felszíre minket. De a lényeg az, hogy ehhez regisztrálni kell. Az országban nagyon sok Chevrolet márkakereskedés van, valamibe be kell menni. Küld be az anyádat, küld be az apádat, menj be te. Lehet egy családnak többször regisztrálni, mármint hogy te egy személyként nem tudsz többször, mert az kiszűri a Chevrolet. Viszont családon belül is, mert úgyis törlik. Az törlik, így van, viszont családon belül egy család regisztrálhat úgy többször, hogy ő is, az anyukája, az apukája, a nővére, a nagymamája, bárki. Tehát az nem tiltott, azt nem tudod megcsinálni, hogy végigjárod az összes márkakereskedés, és mindenhol beregisztráltatod magad, azt látják, szűrik, az egy regisztrálásnak számít, viszont családon belül sokszor lehet. Nem kell forgalmi, nem kell most autót leadni, semmi. Csak regisztrálni. Ma már egyébként meg lesz az első játékos, aki jövő héten pénteken jöhet ásni a regisztráltak közül. És ez így lesz minden adásban, mindig fölhívunk valakit. Jó? A család ásóképes tagjai regisztráljanak. Jó? Tehát ha mama beregisztrál, de már ő nincs olyan állapotban, igen, nagyon jól ásna hosszú ideig, őt nem kérjük. Na, fontos, amit mondasz, hogy az, aki felvetés regisztrál, az tudjon ásni is, ugyanis annak kell, tehát nincs, hogy te beregisztráltál, de elküldöd anyádat ásni, vagy apád a Fekete Laci, és ő leordít 2 köbméter földet. Ott is, gyerekeimért! És 2 köbméter föld. Silen! És 3 köbméter föld így lerepül az üvegstúdióról, tehát ez nincs. Ez nincs, az van, hogyha beregisztráltál, te ásol. Tehát az regisztráljon, aki aztán el tud jönni jövő héten pénteken, Budapesten tud lenni 6 óra és 10 óra között, itt tud lenni, és ásóképes. Jó? Ez nagyon fontos. Imádnám, ha egy 80 ne, éves kis drága nagyi jönne ásni. Ha ő ásóképesnek mondja magát, jöhet, csak meg tudja emelni a lapátot, tudjon legalább 2 kupac földet arrébb rakni. Nem? Én azt mondom, hogy én erre mindenképpen ráfirtatnék azért a Chevroleténél, mert hogyha oda jön egy mama, és mutogatja például a szomszéd pityú fiúnak, aki nem fogja megkapni az autót, hogy ott egy kicsit még kapirgáljál kincsem, ott egy kicsit jobbra, na, serényebben már elhúznak azok ottan. Tehát, hogyha valaki odajön és hoz magával egy ásóképes felnőtt férfit például, mert hogy az ő egészségi állapot, hát idős már. Az bonyolítja, mert nem tudjuk, nem hogy ő regisztrálta, nem őt hívtuk föl, akit mi fölhívunk, annak kell ásni. Annyira bírnám, ott ülne egy ilyen kis széthagyható nem kemény kis, hogy hívják, ott fogyasztanak kis gyömbéres kekszet, meg cikória kávét, és akkor mondanám, hogy merre ásom meg, hogy. Én inkább azt a képet látom magam, hogy valaki csákányal ás, és már úgy leszünk, hogy kilóg a fejünk, és abban a pillanatban tudja, hogy te fogod megkapni a csákányt. Nézd már, ott vagyunk, ha mindjárt már kilóg a felé, hallom, hogy beszél. Pam! Jani, valami fura van, egy csákány áll ki a fejedből, nyugi, mindig így reggelizem. Balázs, mondod, majd vagy ültök, vagy fekszetek. Az is igaz. Igen. Mondjuk, hát vagy nagyon-nagyon mélyre megy a csákány. Igen, akkor ti már fekszetek, akkor titeket ez a dolog már nem zavar.
Igen, amikor téged csákányoznak meg először, akkor az igen. Uh-huh. Igen, meg az oxigén, ami nekem elég, az már nektek kevés. Még ha te fekszel, akkor már én is fekszem, és a ketten fekszünk, az azt jelenti, hogy már csak a Feri lélegzik, mert minden levegőt elszívott előlünk. Sóhajtott egy nagyot 8-kor, mi akkor ott vége vagyunk. Akkor ott végünk van. Én azzal az egy levegővel még kitörök, de ti alul maradtok, akkor viszont jöhet a sárkány. Te 8-kor meg csinálsz egyet, hogy azzal te 10-ig megvagy, de mi ott megfekszünk, úgyhogy az, azért jól ventiláljuk majd azért azt a kis elásott üvegstúdiót. Jó? Úgyhogy... Azt megígérem egyébként, hogy ha adott esetben valami baj történne veletek, akkor lehúzom a katyátokat, és egymásra fektetek bele ezeket, hogy így találjanak meg, hogy legyen egy jó cím. Jó, jó. Igen. Az a lényeg, hogy ha már ott halunk meg a föld alatt, minél megalázóbb pozícióban tegyük ezt. Jó? És fordítva természetesen. Igen. Tehát ez egy ilyen Laukon csoportot találjanak majd mesztelenül franciáz a 69-ben. Csak így tudom elképzelni. Hát ha már ez jön és beszakad, nyilván nem fog. Akkor már mindegyért, már legyen már kis felütés is a végén. Igen, akkor legyen mókás. Úgyhogy tessék regisztrálni, menni, ellepni a Chevrolet márkakereskedéseket a classfm.hu-n. Mindenhol ott van, hogy hol vannak ezek a márkakereskedések. Úgyhogy tessék bemenni. Plusz ugye tegnap mondtam, hogy mondunk mindig egy plusz helyszínt, és ezzel segítve azokat, akik esetleg nem tudnak eljutni márkakereskedésbe. Ez a mai plusz helyszín, ez Szeged. Ez Szegeden van, méghozzá az Árkád bevásárlóközpontnál, uh-huh. méghozzá a főbejáratnál. Jó? Tehát a szegedieknek majd kicsit segítünk majd a békéscsabaiaknak, székesfehérvárnak, szombathelyi, Eged, mindenki, sok mindenkinek segítünk. A lényeg, hogy ma a szegediek kapnak egy kis segítséget, Árkád főbejáratához tessék menni, ott is lehet regisztrálni, nem is kell a szegedieknek bemenni márkakereskedésbe, ha esetleg nem tudnak. És biztos ott lesz az autó is, azt is meg lehet nézni. Szerintem kiviszi a Chevrolet, nem? Már hol lesz? Hát oda, ehhez a regisztrációs ponthoz. Szerintem ott lesz. Ott, ha? Biztos kirakják, hát itt Rexet én kiraknék. Ja. Utána jártam. Hibáztunk tegnap. Na, mit nem, mondtunk? Nem rosszul? SUV. Nem SUV. Ez egy crossover. Crossover. Na, csak crossover. Úgy ti érted, nehogy egy SUV-ot keressenek. Kiváló. Ez egy crossover. Mint a DRA, vagy például az H-Blocks Németországban. Crossover. Így van, így hívják. De mind a kettőbe be tud költözni a vadon család, ha megnyílik, nem? Viccelsz, persze. Csak nem tudod, hova fölrakni a konnektor. Hát nem lesz kettőféle a konnektor, de egy 50 nem még szabvány szerint azért jó, lehet egyébként. Szivargyújtóról fogunk menni akkor. Kis lámpa. Ja, Istenem. Na most gondolkozom. Fejben szerkeztek gyerekek most közben. Volt nálunk egy nagyon helyes fiatalember, ő a Lantai Csontos Gergő. Így van. És kiváló fotós. Kiváló fotós, ő mindig nagyon izgalmas helyeken jár, nagyon izgalmas helyekre megy, hol egyedül, hol egy társával. Ugye, és most megint ment méghozzá egyébként többek között Kairóba is, valamint ugye ellátogatott az egyiptomi Szudán határvidékre is, és ott csinál most fotósorozatokat. Ugye a National Geographicnak fotóz, talán az egyszer magyar fotósként, ez egy nagyon nagy dolog. Többször volt már vendég, mindig izgalmas helyekre megy, törzsekhez látogat, nagyon jó dolgokról mesél mindig. És most is érdekes helyen van, egyébként Egyiptom mellől jelentkezik, és egy pillanatra ellátogatott Kairóba, ami azért mostanában nem egy életbiztosítás. Hát nem, ugye tudjuk. Mész. Nem, igen. Egyáltalán nem. Egy picit értetlenül is állunk a dolog előtt, hogy most minek mentő oda, mert hogy azért egy kicsit a tűzzel játszik, úgy érezzük. És ugyanakkor van ott egy másik helyszín is, ami a mi szempontunkból, magyarok szempontjából még egy picit izgalmasabb is, mert ő állítólag ellátogatott egy olyan törzshöz, akiket úgy neveznek, hogy magyar rabok. Igen, ők az egyiptomi Szudán határvidéken élnek. Mi nevezzük őket így, vagy ők nem, is? Gyakorlatilag ez nem egy ilyen magyarított aha. kifejezés, hanem annyit jelent, hogy magyar törzs. És ez a törzs azt mondja magáról, hogy ők tőlünk származnak. Igen, ez egy érdekes dolog. Hát erről már volt szó, hogy az angol beteg című fő a másikról hasonló, hát ez szintén az Afrika kutató őket kutatta tulajdonképpen. Na, erről beszélgetünk, itt van velünk Gergő. Hello Gergő, jó reggelt kívánunk! Jó reggelt! Hello, egész jól vonal, azt hittem, hogy kicsit késni fog, vagy lassabb lesz. Te most hol vagy pontosan, Gergő? Én most Szudánban, a Nílus folyása mellett egy kisebb városban. Egy kisebb városban. Már ennél a törzsnél, amit Jani is említett, a magyaraboknál éppen? Nemrég halltuk el a magyarabokat, velük dolgoztunk együtt pár napot, de hihetetlen tündéri kis teremtések. Nagyon aranyos, hogy ahogy mély meggyőződéssel állítják magukról, hogy ők már pedig magyarok. Jó, beszélünk mindjárt róluk, csak egy kicsit Kairóról, mert tudom, hogy ott is voltál, hogy hát ott most ugye nem egy életbiztosítás jönni menni fotózgatni, hogy milyen nagyon kihalt, vagy csak rendőrök, tankok, katonák? Hogy kell ezt elképzelni?
Egyébként Kairóban az élet olyan, mint úgy általában egy nagyon nagy város, folyamatosan nyüzsgés, viszont ami nagyon meglepő, hogy ezeken a klasszikus turisztikai helyeken, piramisok, templomok, gyakorlatilag senki nincsen. Tehát megérkezik oda a fehér ember, és 40-50 ráugranak, hogy szuvenérárulás, gáz, mindenki nagyon agresszív, és hát mindenki akar ez egy szerencsétlen turistából akar megélni, aki naponta oda megy. Már hogy ez te voltál, gondolom én. Igen, én egyedül. Azon gondolkozom, hogy érthető ez. Érthető? Valamennyire? Mert picit rossz a vonal. Meg vagy már kötözve? Van-e szájpecek? Zavarják a vonalat. Nem, csak kicsit recseg, és hogy mi megy ki a hallgatóknak, hogy mennyire érthető, ezen gondolkoztam, azért volt ez a csend. Hogy lehet-e érteni. Jó, tehát megjártad Kairót, és utána elmentél ugye ehhez a törzshöz. Egy kicsit mesélj róluk, hogy ők milyenek, hogy fogadtak, tényleg magyarnak gondolják-e magukat, vagy azt gondolják, hogy magyar származásúak. Hát az első dolog cél az volt, hogy Egyiptomon minél gyorsabban az autómmal tudjak átvezetni. Gyakorlatilag tele van katonai blokkáddal, ellenőrzőponttal, folyamatosak az ellenőrzések, ezért ez nem volt egy túl gyors folyamat, de sikeresen átvezettem Egyiptomon, és ott egy nagyon bizarr hajóra kellett felülni, ami összekötő Egyiptomot Szudánnal. Ez egy egynapos út a Níluson, egy olyan hajóval, ahol gyakorlatilag a világ összes nemzete megfordult, Gergő, annyit kérnék, Gergő, légy szíves, annyit kérnék tőled, hogy egy picit próbáld meg távolabb tartani a telefon mikrofonját, egy próbát még tegyünk, mert egy kicsit... Mit, hogy eldobod a telefon. Nem annyira, csak egy 2 centivel, jó? Próbálj meg úgy beszélni, mert így élvezhetetlen. Ebbe semmit nem lehet érteni, igen. Jól van. Tehát egy hajóval keltünk át a Níluson Egyiptomból Szudánba, és ez egy napos út volt, egy nagyon különleges élmény volt, mert több ezer ember egy kis hajóra felzsúfolva, hatalmas csomagokkal megérkeztünk gyakorlatilag a sivatag közepébe, egy olyan városba, ami 300 kilométerre van bármitől, és itt laknak a magyarok és a Szudánban. Bármi olyat, ami mondjuk ránk jellemző, azt ők megőriztek? Tehát van még matyó mintás terítő az asztalon, vagy bármi olyan? Igen. Azt mondják, hogy ők egy 500 éve Magyarországról Szudánba húrtolt katonacsapatnak a leszármazottai, azon belül is egy Ábrahám nevezeti embernek az utódai, és van egy Aranka nevezetű magyarabb néni, akit még egy diplomáciai delegáció nevezett el még a 70-es években. Igen, ez köztudomású, hogy a törökök a 16. században nagyon sok helyről raboltak el gyerekeket, többek között Magyarországról is, és aztán őket elit katonákká, janicsárokká képezték ki, és ilyen janicsárok, magyar származású janicsárok voltak azok is, akiknek a magyarabok elviekben az ősei. Igen, de ez gyakorlatilag egy ilyen legenda, egy mítosz, és megkülönböztetik magukat, hogy én igenis magyar, arab vagyok, magyarabb vagyok, ő pedig nem az. De egyébként ez egy ilyen másodlagos identitásuk. De nagyon aranyosak és nagyon büszkék rá is, és mindegyiknek az az álma, mindenkinek az álma, hogy egyszer eljusson Magyarországra, és megnézhesse, hogy milyen Magyarország. És megkínálta gulyással? Gulyással nem, én viszont vittem nekik egy kis magyar paprikát, meg egy-két ilyen hímzett terítőt, hogy egy kicsit mutassunk a magyar kultúrában, ők jó arab mentateával kínáltak meg inkább, és tejételekkel. De nagyon barátságosak, hihetetlen kedvesek, és ugye szudániakra az jellemző, hogy én szerintem még itt ebédért, vacsoráért nem fizettem, mert a vendégségben is kifizetik az ember helyett a saját, annyira nagy szeretettel várják itt az idegen emberek. Mondjuk Náva Janikó biztos azt kérdezni tőlük, hogy jártak-e már Magyarországon, tetszik-e Budapest, és milyenek a magyar lányok, nem? Mindezt 20 éve ugyanabban a szvetterben. Gyerekek, én még nem láttam olyan interjút, ahol ezt megkérdezte volna meg. Tehát ő beülne a magyarabokkal. És adna neki egy puli kutyakölyköt. ő biztos, igen, tetszének a magyar lányok, kóstolt-e már a gulyást, és mikor jön újra Budapestre. És tetszik-e a város? Igen, nagyon tetszik a város. És most őket fotóztad a National Geographic-ba, vagy őket is egyébként? Igen, őket is. Igazából ez most egy 4 hónapos nagy expedíció, és ennek
Az expedíciónak van egy 20-25 különálló témája, és az egyik téma volt a magyar aboknak a bemutatása. Tehát én karácsonyig itt leszek a jó meleg Afrikában. Most egyébként 46 fok van így árnyékban, és nagyon-nagyon kellemes páratartalom emellett, szóval jól érezzük magunkat. És hova mész még, vagy mit fotózol még? Hát most ebben a hónapban Szudánban leszek, utána olyan jó kis egzotikumok lesznek, mint Szomáli föld, Djibouti, Etiópia, Kelet-Kongó, Uganda, Burundi, kifejezetten barátja és jó hely. Aha, marcangó oroszlánok, test közelből meg ilyenek. Hát de ott azért van téma, azért amit lehet fotózni, bizony. Gondolom én. Igen. Jó. Van, jó lesz, én úgy értem. Gergő, figyelj, meghívunk, ha visszajöttél, jól, picit rossz is a vonal, meg más gondok is vannak, úgyhogy amikor visszajöttél megint, akkor meghívnánk inkább személyesen, és akkor meséljem, akkor tudsz képeket mutatni, jó, meg akkor érthetőbb a dolog, mert ez most annyira nem jó, meg így, leginkább akusztikailag. A kezeid meg vannak kötözve, nem tudod kivenni a szájpecket sem. Igen. Meg ha bármi van, a Trütko úgyis hazahoz, tehát erre gondolja. Jó, úgyhogy nyugodt lehetsz, mennyi nyugodtan, vújt készelétben van, bárkit bárhonnan haza kell hozni, ő megy. És indul, még ha nem akar jönni, akkor is. Gergő, köszi, vigyázz magadra, beszéljünk, ha visszajöttél, jó? Az egyszerűbb lesz szerintem, mindenképpen. Jó, rendben. Köszönjük, okay. Ciao, hello. Ennek most azért az élvezeti értéke. Igen. Tulajdonképpen igen. A nullával volt egyenlő, úgyhogy ezt nem nagyon tudjuk tovább folytatni. Viszont lehet jelentkezni hármasugrásra, jó? Egészen nyugodtan. Mi pedig jövünk a hírek után. Ez itt a Morning Show. 3:49 lesz, vagy már múlt is 2 perccel. Az M3-as kivezetőnél a felüljáró után a belső sávban egy fekete kutyú szaladgál. Mindenki vigyázzon rá, üzeni Kriszta. És Pécset és Baranyában 13 fok szakadó eső, összefüggő szürke felhőzet. Napsütés esélytelen egész nap. Nem az az ősz, hogy egy ilyen 18-20 fok van kis sárguló levelek napsütés? Hát az az indián nyár. Túltolta? Hát most egy kicsit igen, október végé, de lesz. Hétvégén igen, már ilyen idő lesz. Jó lesz a hétvégén már. Igen. Trafi Dabas M5-ös Szeged irányába üt Kornél, valamint Kőbánya Kispestnél az Üllőút felé a fa mögül trafiznak. 29-es körzet üzente nekünk. Mérnek az M5-ös 44-es kilométerénél Szeged felé, és a 471-esen 2 trafi is van, ez pedig Herik küldte nekünk. Köszönjük szépen! Hármas ugrással jelentkeznétek nagyon sokan. Van, aki azért, mert rossz napja van, van, aki azért, mert semmi sem sikerül neki. Ugye lecseréltük a pólót, erről beszéltünk, most szatyor van helyette, bögre van, és vagy egér alátét, vagy nyakbalkasztó, az első az mindig változik. Ugye? Uh-huh. A második. Vagy a második mindig változik. Igen, nyakbalkasztó, szatyor vagy egér alátét és a bögre. Természetesen nyilván a bögre a legnagyobb slág. Na, jobbulást. Istenem. Kicsit elérzékenyült ebben a bögre kérdésben. Megnézzük, hogy ki a mai játékos már is. Hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Hello, Moncsi! Szia, Balázs! Hello! Itt van a Jani is, meg a Feri is. Sziasztok! Hello, Moncsi! Szia, Moncsi! Hello. Honnan hívsz minket, Moncsi? Dunaújvárosból. Dunaújváros. Na, azt írtad, hogy rossz napod van, vagy hogy semmi nem sikerül? Igen, igen. Na miért? Hogy mi a baj? Hát el szerettünk volna menni Aktelekre, szerintem 10 éves voltam, amikor utoljára voltam a barlangban, csak aztán hát alkuszként dolgozom, és hát azt szerintem tudjátok, hogy nem fix fizetésért, és nem annyit kaptam, amennyit szerettem volna, és így le kellett mondanunk róla. Akteleki túra lett volna? Így van, így van. Az egész család ment volna? Igen, 5-en mentünk volna. 5-en? Hú, jó sokan vagytok. 3 gyerek, vagy hogy? Nem, 2 gyerekem van, meg egy, a nagyobbik lányomnak már van barátja, őt is vittük volna magunkkal. Ez az alkusz, ez azt jelenti, hogy teljesítmény, mármint úgy, olyan bérbe vagy, hogy amennyit sikerül megkötnöd, abból te valamennyit kapsz, ugye? Így van. Tehát egy jutalékos rendszerben dolgozol. Így van, és hát a megkötés az megvolt, csak hát az elszámolások nem úgy mennek, ahogy szerettem volna. De ígértek neked valamit, hogy fejenként ennyi, és aztán ezt nem fizették ki? Hát nem, hát ez úgy volt, hogy ugye sok mindennek teljesülni kell egy szerződéskötéskor ahhoz, hogy azt úgy mondják, hogy jutalék érett legyen. Aha. Az életbiztosítás, vagy lakásbiztosítás? Vagy minden kompozit
kompozit, kötelező, minden. Úgy, menned kell telefonálgatni. Igen. Hát ez nem egy könnyű munka, nem? Nem, de szeretem csinálni, mert nagyon-nagyon sok ügyfél elégedett a munkámmal, és sok embernek tudok segíteni. Az már ott rendben van, ha leülved és meghallgat, csak amíg oda eljutsz, nem? Vagy ülj le, egyszer hallgass meg, ráteszi, nem hív vissza, leráz. Igen, megmondja az időpontot, elmegyek, és nincs otthon, igen. Igen, mert van egy rossz tapasztalat szerintem, hogy ez valami magyar beidegződés, mert a világon egy csomó helyen ez működik, hogy az ügynök hozzád jön házhoz, de a porszívótól kezdve tényleg minden. És mi valahogy ettől félünk, hogy leüljünk, mert hát nem volt egy-két rosszul bevezetett termék, egy-két rosszul bevezetett rendszer, amikor ilyen idegesítő, aktatáskás, kicsi, ízacsekszagú, szemüveges emberek próbáltak erőszakosan betörni a lakásodba, és ha kiraktad az ajtón, akkor már az erkélyen mászottak, és aktatáskájába, és nem tudtad, hogy miért, de mindig ott ült a nappalidban. Rajzold le, hogy hogy néz ki a jövőt. Ja, hát és akkor itt jöttek a rajzold le magad, hogy hogy látod a házat, meg rajzold le, hogy látod a gyerekedet. Hát ha két lábok, két keze, ugye rajzolni meg nem tudok. Hát, igen, na, az, hogy ez el lett rontva, de tényleg a magyarok ezt nem nagyon szeretik. Míg például Amerikában ez simán megy, hogy felkeres, elmegy, megkötöd, és abszolút. Hát meg ott tisztességesebbek voltak régen az úgynevezett ügynökök. Sajnos itt volt egy-két rossz tapasztalat, hogy nem is a maga a biztosítók, hanem maga az ügynök nem dolgozott tisztességesen. Sosem felejtem el, 8-10 éves lettem, amikor becsöngetett valaki, én nem tudom, mi volt a termék, de azt mondta anyukámnak, hogy ezzel a termékkel lehet lábost mosni és fogat mosni egyaránt. Ó, de jó. és ez egy termék volt, én már meg nem mondom melyik. Ez egy kicsi kefe volt? Ne! Igen, nem, a saját fogkefémet fogta a kezébe. Hihetetlen. Nem, valamilyen flakonban hozott valami löttyöt. És hogy azt mondta, hogy ettől fényes lesz a lábos, de hogy ez olyan anyagokat tartalmaz, hogy éppen olyan anyagokat nem tartalmaz, ami nem káros, tehát ezzel tudsz fogat mosni is, és a fogzománcot is fényesíti. Aztán nem tudom, hogy ebből a ette anyám valamennyit. A fogaidat. De a tesódnak kihullottak a fogaid. A bátyámnak azóta egy darab foga nincs. Aztán ez most miért? Mert nem mosott, vagy bevásárolt. Emlékeztek erre a termékre? Nem tudom, ez melyik volt. De, megvan, csak szerintem az még forgalmazva. Jó, hogy ez még van még ez a termék? Van, az van, igen. Igen? Igen. Hogy mossál lábast és mossál fogad, és a kettő ugyanaz? De mindent lehet vele csinálni. Rassz, klassz. Na jó, van, aki segít? Vagy egyedül vagy? Van a párom. A párod? Igen, mit csinál? Hol van most éppen? Most a szobába. Melegítőbe, vagy alsógatyába, vagy mesztelenül? Mert nem árulom el. Szóval melegítőben. Rádió mellett áldogán. Na jó, milyenek a kérdések, Jani? Nem nehezek. Nem nehezek. A harmadik, ezt nem is értem, hogy lehetett harmadik, Jani. Ez tényleg nem nehéz. Így szól az első kérdés dedikált nyakbalkasztója. Melyik sportág olimpiai és világbajnok a Kovács Antal? A Tomanti, Cselgáncs. Így van. Cselgáncs, így van. Mehetünk tovább? Menjünk, persze. Dedikált szatyor, Klassz FM-es, nagyon jó kis bevásárló szatyor összehajtható, vagy egér alá tértért. Így szól a második kérdés. Hány filmben alakított a John McClane nyomozott Bruce Willis? 5. Na, nagy fan vagy. Igen. Milyen az öt? Nem láttam, jó? Amit itt forgattad? Jó, igazándiból jó, csak engem is idegesít, amiről már szoktatok beszélni, vagy beszéltetek már, hogy itt forgatják Budapesten, de Moszkvának van beállítva. Ja, igen, hát mondjuk ki vagyok. És meglepően nagy bevétele volt egyébként a film. Igen, igen. Az volt a kedvencem, amikor öntögetni kellett a vizet, volt egy. Az a harmadik. Van egy 5 gallonos, meg egy 3 gallonos, akkor hogy csinálsz egyből 4 gallon? Zseniális Jeremy Irons-szal. Igen, az még jó volt. Menjünk tovább? Mehetünk. Így szól a harmadik kérdés dedikált bögréért. Melyik szárazföldi emlős állat vemhessége tart csak nem 2 évig? Elefánt. Persze! Milyen harmadik kérdés? Annyira ott vagy. Tényleg ilyen. Hát ez ne haragudj. Max második, de inkább első. Feszülsz, mi? Feszülsz. Aha. Szemmel láthatóan, nem? Na, harmadikra nehezítsünk picit, tényleg. Jó. Jó, mondjuk nehezek voltak az elmúlt, hát, elmúlt egy hónapban, azért kemény. Mert szeretem az állatokat, az a szerencse. Az nagy szerencse. Aki túljutott a másodikon, az elmúlt 3 hétben kamhozik, vagy rokon. Igen. Móni, aktelekre nem jutottatok el, viszont van dedikált bögréd, egér alátéted, nyakbalkasztod, meg még egy csomó minden más. Ó, isteniek vagytok, fiúk. Jó?
Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Figyelj, meg azért valakit küldje el, tényleg, mert zajlik ez a játék, Chevrolet márka kereskedésbe, ez 10 perc, beregisztráltok, jövő hét pénteken valaki autótulajdonos lesz, és ez tényleg csak annyi, hogy elmentek, beneveztek, játszottok, és valaki jön jövő hét pénteken ásni. Tehát senki ne gondolja azt, hogy ásokkal lesznek, miért pont én. Mert valaki megnyeri az autót. Menjetek el ti is, jó? Vagy legalább jó. Valaki, aki ráadásul ráér jövő héten pénteken, és el tud jönni Budapestre ásni. Jó? Jó, van, megoldjuk. Köszönöm szépen. Oké, ciao. Hello, hello. Hello. Ez volt a hármasugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Akterkenél egyébként már voltam többször is, ez nagyon-nagyon jó hely, de van egy még jobb hely, és nagyon kíváncsi vagyok rá, egy város, ahol senki sem eszik húst. Ez a vegetáriánus Pisa. Mostanában annyit hallok róla. A pizzára gondolsz? Nem, a vegetáriánus Pisára. Hát írok neki egy SMS-t, hogy mondja már pizzának. Ma érke kirölni azt, aki nem tud rendesen kiejteni szavakat. Nem értem. Egyszerűen nem értelek. Csak így beírtam, és nem találom ezt a... Mondom, India lehet. Hát az egy vegetáriánus kultúra. De hogy hol lehet ez a vegetáriánus Pisa? Fogalmam sincs, de utána fogok nézni. Ez 9-kor szerintem újra meg tudod hallgatni. 4 perc múlva 9-ről jönnek a hírek, aztán itt vagyunk mi is. 9 óra múlva 10 perccel, jó reggelt kívánunk minden Morning Show hallgatónak. Drága önarckép készül rendszámmal díszítve Várpalota belterületén. A Székesfehérvár felől érkezőknek Red Devil üzente ezt nekünk, valamint az M5-ös Újhartyáni lejárójánál, vagy kijárójánál Szeged felé van egy trafi, Kecskemétnél Szeged felé pedig dugó van. Szerencsére Pest felé tartó, írt egy hallgató. Aztán iskolabusz az Árokban, Eger Ágnál, teljes lezárás, hatalmas sor. Helyszínen a gyerekek a buszon várakoznak, szakad az eső. Minek kéne ilyen süsfelnap. 6-os gyorsforgalmi Szabolya Parknál nagy baleset, Opel Vectra az Árokban, plusz egy villanyoszlop fekszik mellette. Jó Isten, Sanya üzente nekünk, és Dabasi lehajtó M5-ös, ahogy már az előbb is mondtam, van egy trafink. M7-es Letenye felé 225-ös kilométernél szintén mérnek a rendéberőrei, két utazó üzeni, és Budafoki út lépésben halad a Rákóczi híd felé az előbb említett baleset miatt. M3-as kivezetőnél a felüljáró után a belsősában egy fekete kutyú szaladgál, vigyázzunk rá, Kriszta! Kőbány a Kispestnél pedig az ülőolt felé a fa mögül trafiznak, ezt 29-es körzet üzente nekünk. Tegnap bementem egy gyors étterembe, csak egy fél mondatom, ezzel akarok foglalkozni. Kaki pisi? Nem vettél semmit. Nem étkezem gyors étterembe, ezt rólam pontosan tudod, hogy vannak ellenérzéseim az ott található dolgokkal kapcsolatban, de gondoltam, hogy szemtelenül igénybe veszem az ő mosdójukat. Na csak nem a számla meg a kód. Nem volt se számla, se kód, semmi. Képzeld, ez még nem az, hogy mutasd be a számlát, igen, és akkor pisilhetsz. Egyébként ingyen nem jöhetsz. Tartsd az ajtót! Következő volt, jött ki egy hatalmas Big Mac-kel a kezébe, még egy ilyen szándokános ugrás, hogy beugrottam. Nem, gondoltam, hogy bemegyek. Mégiscsak kulturáltabbak a mosdók, mint a benzinkutakon. Ott szerintem azért ott török kamionos, román, magyar, turista, busz, nyugdíj, ott mindenki megy. És látod, hogy kiné reklamáljál, mert hogy ott van a falon egy ilyen kis olyan takarítási jegyzék, oda van írva, hogy kitakarított a utoljára. Hogy tudsz reklamálni? De nem is ez a lényeg, hanem láttam valami olyat, ami a számomra rengeteg kérdést indított el bennem, és én ezután hajlandó vagyok ilyen dolgokon 10-15 perc, 20 percet, egy fél órát, órát gondolkodni. Mit evett? Kukorica. Hát nem is evett kukoricát. Ne. Tudod, amikor ártatlanul mész be, és nem vértezed fel magad a férfi WC-ben látható, található, tapintható dolgokra, csak bemész elvelülve a saját gondolataidban, és azt gondolod, hogy pisil szegyet, hát nincs ezzel baj. Kedvesen köszönsz az alkalmazottak, meg behaladsz, betolod az ajtót, ugye, én a piszuárt nem annyira szeretem. Ráadásul ezekben már ilyen víz nélküli, ilyen vízspóroló pisszuárok vannak, vagyis ha belepisélsz azután, nem tudom, hogy ott áll, és ki van írva, hogy örülj annak, hogy nem húzzuk le, mert több milliárd köbméternyi vizet megspórolunk. De fura. Bementem, le volt hajtva a deszka, meg a teteje, én nem nyúlok ehhez hozzá, mindig úgy sem, hogy lábbal. Szólsz egy alkalmazott. Nem vagyok hajlandó hozzá nyúlni. Tehát ahhoz nem vagyok hajlandó hozzá nyúlni. Lábbal megfogta, és így felcsapta. Te jó fejbe. És közben csak úgy mondom, hallgatom, hogy meg is mutatja. Tehát, hogy, mutatom, hogy nem bízza a fantáziánkra, megmutatja, hogy történik. Mutatom, mindez. Hogy félkézzel megkapaszkodom a falban, megfogom, felemelem a lábam, egyre nehezebben megy, felcsapom.
És hát itt jött azt a... Aztán kicsapott. Nem. Itt jött a borzalom, hogy nem tudom azt leírni, nem tudom részletezni. Nem tudom kellően metaforákkal, hasonlókkal elmondani. Kartács? Hogy egy mekkora pufajka úgy nézett velem szemben. Nem. De egy akkora... Kövér Berta. Egy akkora zilbelső volt lefektetve, hogy arcom vágott. A szó legszorosabb értelme, megvágott. Ha majdnem hanyatt testem. Na most, ugye ilyenkor mit csinálsz? Köszönsz neki. Bemutatkozom, mondod, hogy szia, én vagyok. Ha gondolod, hogy nincs nálam hágóvas, úgyhogy most igen, ha gondolod, valóban aláírom, vagy beszéljünk, vagy bármi legyen. Köszöntem, bemutatkoztam, vártam, hogy visszaköszönjön. Aztán hagytam tovább pihenni, visszacsuktam a tetejét, és elborzadva kimentem. Lehet, hogy elvágtak ott a közelben való egy főnyomócsövet, és nem volt elég víz, ami levigye. De várjál, tehát, és elindult a gondolkodás, és ültem a kocsimban, és fél órán keresztül azon gondolkoztam, amit láttam. És egy csomó olyan kérdés jött föl, amire nem tudok magyarázatot adni. Az első és a legpraktikusabb dolog, hogy semmiféle papír vagy ahhoz hasonlító dolog nem volt rajta. Ugye? Tehát ez már kérdéseket vet föl. De kérdéseket vet föl az is, hogy az tulajdonképpen hogy maradott. De akkor nézzük végig a különböző stádiumokat. Tessék. Az első, hogy egy ilyen pufajka belsőt, amit oda valaki hogy lemegy, és le... hát, ahogy, nem akarom ennyire részletesen, de nem, hogy oké. De hogy ugye azért minden normális ember visszanéz, ugye, azért a végtermékre, elköszönt tőle, és azt mondja, hogy szia Pisi, szia Kaki, vár a tenger. Így van. Ugye? Mégiscsak a tested egy része. Ettől megszabadulunk, ez belőlünk kijött, elköszönünk tőle, meghúzzuk, megnyomjuk a gombot, meghúzzuk, és megvárjuk kultúremberekhez képest. Isten veled egy szebb világban. Igen. Vár a tenger, úsz kicsi barátom, menj ki belőlem, szaladj, és megvárod. Majd, ha nem segít a víz, akkor egy picit rásegítesz. Ő ezt nem tette meg. Nem. De hogy mennyire feledékenynek kell ahhoz lenni, hogy te ülsz a klotyom, elfelejted, hogy mit csináltál, egyszer csak kapsz egy telefont, minden nélkül egyébként felpattansz, felhúzod a nadrágodat, és elrohansz? Vagy elfelejted, vagy igényed nincs arra, hogyha már nem húzod le, legalább betemest? Legalább meggyászold és kellőképpen letakard némi papírra? Érted, mit kérdezek? Hogy tehát, mint hogy... a szemnapokat megért Kilimandzsáró, te teje fehér legyen? Tehát fehér legyen. Tehát ehhez az történik, hogy valaki oda megy, ráül, elvégzi a dolgát, felhúzza a nadrágját, és minden nélkül kimegy és eszik vagy iszik valamit. Érted? Erre nincs más magyarázat. De akkor papír nélkül. Nehéz, hogy ki, nehéz vagy akkor nem is húzza le, otthon se. Tehát ez ilyen ember az hogy él? Vagy egyébként hol él? Vagy mit csinál? Vagy milyen lehet a lakása? Ha már ideig eljutott, akkor valószínűleg a kézmosás sincs meg a hát végén. Hát azt felejtsd el, hogy oda, nem húzza le, ha nem érte, hogy... És így álltam, és mondom, úristen. Már nem a fölött álltam, igen, de mondom, elköszöntem, kijöttem, dermedten, köszöntem az alkalmazottaknak, így mondom, hogy van ott bent valami, nem én voltam. Tehát ez halál komolyan, lányok, van bent ott valami, mondom, én ennyire gyors nem tudok lenni, mert hogy 10 másodpercet töltöttem, nem én voltam. Láttátok a Massa című horrorfilmet, ez durva. Nem én mondtam, de hagynék egy kis aprót a takarítónőnek, mert az ott bent nagyon hosszú idő lesz. És akkor beültem a kocsit, elkezdtem ezeken gondolkozni, hogy te jó Isten, hogy milyen emberek vannak, hogy ez hogy történik? Tökre magamról ismerek egyébként, mert hogy én ugye tudjátok rólam, hogy én militáns beállítottságú ember vagyok, katonai pályára készültem, és én mindig egy ilyen jó pattantyús módjára mindig ellemzem én is a dolgokat, hogy most egy bunkerromboló bombával állok szembe, vagy pedig kartáccsal. Szerintem legyünk őszintén, mindenki visszanéz. Mindenki visszanéz, elégedett legyek, ne legyek elégedett. Miért fájtál annyira? Miért szúrtál annyira, te rohadék, vagy éppen nem szúr? Egy végső búcsú pillantást vetsz rá. Még ha nem is viszi le a víz. És tényleg nem akarom nagyon túlcizellálni, csak próbálom szemléltetni. De hát akkor legalább a papírnak helye kellett volna legyen. És nem volt az, hogy lehúzta és a papírt levitte. Aha, mert ezen nem tudott átbukni, igen, a víz, ez csak megkerülni tudta a víz. Érted? Tehát ez nincs olyan, hogy körbe papír folyta volt a tetején, és mint egy ilyen szökőr átbukott rajta, levitte a papírt, de ott hagyta. Ez nincs ilyen, ez megkerülte a víz, úgyhogy elnézést kért közben. Mire kanyont mar bele a lefolyó víz, mint ez. Ez igen, ez 10 000 év múlva oda turistákat visznek, és építenek majd egy kilátót, és azt mondják, hogy ez a Pesszent Lőrinci Grand Canyon.
Érted? De válsz még nálunk egy töltést, volt. És újra lehúzod legalább, nem? Vagy meg megpróbálod. A papír hiánya megdöbbentő volt. Egyszerűen nem tudom ezt. Nem értem. Azóta nem tudom értelmezni. Pedig tényleg, ha bemész egy férfi vécébe, ezt szerintem a nők is csinálják. Tényleg női vécébe van ugyanez? Én nem, oda nem. Vagy erre csak a férfiak képesek? Ezen is gondolkoztam, hogy egy nő ugyanezt, ugyanígy megcsinál. Szerintem a női vécék mindig tisztábbak, nem? Hát szó ide. Tisztábbak. A nők azért szerintem igényesebbek. Én már egyszer azért láttam kifordulni innen a Rolit is. A női vécéből? Jó, de a Roli mindig a női vécébe jár. Jó, de mert volt előtte egy férfi. Sokszor én is a női mosdót használom. Sokkal tisztábbak, a csajok eleve illatosabbak, hogy bemennek, parfüm van rajtuk, nem? Kijön, nem bündös, a parfüm szagot érzed. A férfi vécébe bebenni azért az egy kihívás nálunk. Tehát, ott tényleg megmarja a foncsort a tükrön, az olyan a férfi vécé, hogy bemész és könyvbe lábad a szemed. De ugyan a női vécébe van ilyen? Ugyanez a látvány telibe vágja a nőket? Vagy hát, ezt csak a férfiak csinálják? Ők szerintem nem esznek annyi birkát. szóval, hogy ez tényleg megdöbbentő. Nem egy egyszerű dolog. Nem. Ezért, de nincs, ugye, hogy nincs magyarázat? Nem tudom magyarázni, hogy ez mi. Vannak szerintem olyan... Vannak technikák. Így van. Vannak olyan halmazállapotú domborzatok, amiket azért nehéz megmagyarázni. Tehát nem tudod, hogy honnan. De nem arra, hogy utána mi történt. Na mindegy, nem akarok erről többet beszélni. Itt vagy valahol? De gondolom, a Laci is használ papírt. De nem, a nagyoknak nagy. Hát nyilván, értem. Többet teszik, több van. De nem, most nem akarok ennyire mélyre menni, hogy miért akkora. Tehát nem ez a rész érdekel, hanem az, hát, amit 6 évesen megtanítanak neked, érted? És hogy ez számos férfi vécében egyébként megtörténik. Hogy ilyen. Gondold, hogy milyen állapotokkal találkozik az, aki ezt takarítja. Nem? Akik ez a szakmája, hogy minden nap oda bemegy, és ott van. Igen. Hát a velejárója, úgymond, nem a szakmája. Ja, igen, azért. A szakma az nem hogy? Ez lenne, egész pontosan. A lányok jobban vigyáznak talán. Nézem az SMS falat, hogy jelentkezette. Az enyém volt, a gyártó. Igen. Több száz nővel dolgozom együtt, sajnos mindennapos, ugyanez, írja valaki. Hmm. Igen. Maszlica nem volt rajta? Ha lett volna a tulajt, fel tudtad volna hívni, hogy elhagyott valamit. Ez szerintem, igen, ez egy kiváló. Nincs jó ötlet. Igen. Éppen reggeliznék. Ti egy nyomorúságos valamiről beszélgetek 10 percet. Nem arra kell gondolni, amiről beszélünk, hanem kicsit tovább futtatva, hogy ez az ember, ez lehet, hogy elmegy melletted, Jani, és megfogja ugyanazt a kapaszkodót. Nem, vagy mellé ülsz le a buszon úgy, hogy ő előtte lerakott egy zilbelsőt a gyorsétterembe, és érted? Tehát ezeken az emberekkel te kapcsolatban lépsz. Hogy a keze neki nem koszos, hát mitől lenne koszos? Én nem nyúlt hozzá a WC lehúzóhoz, nem nyúlt hozzá a hátsójához, érted? Egyébként tisztább, igen. Ja. Na jó, mindegy, nem akarok erről többet beszélni, csak ez döbbenet. Én takarító vagyok, a női WC-ben is vannak csodák. Írja valaki. Így van, de hát mindegy. Ahol lövés volt, ott van lőporfest is. Azt írja egy hallgató, hogy Balázs nem jártam még női WC-be, nem gondolom ilyen. A WC is Ági mama vagyok. Jújj, de jó! Hoppa. Én őt ismerem. Ági tényleg? Mama könyvet írt erről. Ági nem. Mama a legtündéribb ember a világon. Nála mindig minden van. Tehát, hogyha neked tiszta inkább, mert véletlenül hát valami probléma történt az esti buliba, van nála az is, érted? Van nála. Ági mama a legjobb fej a világon. Ági mama, hello, itt vagy, jó reggel! Szervusz, szép jó reggelt mindenkinek! Hello, te az Ági mama vagy, akiről a Feri beszél? A könyvíró Ági mama. Igen. Mindenki ismert téged, persze, hello. Igen, az ország vészős nénéjének titulálnak, de hát én csak egy egyszerű, sima Ági mama vagyok, aki szeretem az embereket, és megpróbálok luxus étszeket üzemeltetni. Igen, hát akkor gondolom, te azért a találkozol idézőjeles csodákkal, nem? Hát borzasztó, Balázs, írom a második részét a könyvemnek, mert az első rész a könyvnek a diszkóba járó fiatalokról szól. Hát a nyilvános étel iszonyú mennyiségű anyagot adott, úgyhogy már felénél tartok. Miről tudsz ott írni azon kívül, hogy ronda, hogy gusztustalan, hogy koszos, tehát hogy ilyen történeteket, hogy bemegy egy nő például, vagy egy férfi, és akkor hogy miket csinálnak bent? Hogy miket csinálnak bent, meg egyáltalán vécésnénikkel, hogy beszélnek, meg egyáltalán miket, hát olyan csúcs sztoriaim vannak, hogy beülnek hozzátok reggel, az esztig tudnak beszélni. De volt, hogy találsz dolgokat például? Vagy most nem a konkrétumokra gondolok? Találunk dolgokat, igen, és én viccesen ki is írom a vécehajtókra, és ezen halálosan nevetnek mindig. Például, kérlek szépen,
a szennyes alsónemidet ne dugd a WC alá, WC háta mögé, ha bajban vagy, segítünk. Tudnék, ott a lábuknál két centire a badella, a szemetes, és nem oda dugja, mert szerencsétlen ugye itt összeesznek mindent, kérlek szépen, aztán rohannak a WC-re. De ez neked valami perverziót, hogy a magyar WC-ket akarod rendbe tenni, vagy tehát azért ezért emberek nem rajonganak ezért a munkáért? Nem rajonganak ezért a munkáért, igen, és még mindig az a szokás itt az embereknek az agyába, hogy a WC-snél egy határtalansan rendelkező fittos kis öregasszony. Nem így van, mert a dolgozóim között van angol-magyar szakos tanár, könyvkötő, ápolónő, tehát nagyon-nagyon nagy. Hát ilyen nyilván jobb hiány, persze. Igen, mert itt jobban keresnek. Ez az egyik. A másik meg az, hogy a pervezión, igen, mert egyszer bementem egy olyan koszos WC-be, és háttal jöttem kifele, és azt mondtam, nem igaz, hogy a 21. század ezt nem lehet luxusan csinálni. És akkor megcsináltam ezt a luxus kiszolgálású WC-t, 14 nyelvű kiírás van, tehát minden régióból bárki bejön a WC-re, tudja, hogy milyen szolgáltatás van. Ez jó. Nagyon jó, ez Pesten van, vagy ez hol van? De ez több helyen van. Igen, több helyen van. Sopron, Siófok, Pest. Tehát több helyen vagyunk, de az az igazság, hogy én 2007-ben nyertem meg Magyarország legjobb WC-díjat, és én azt hiszem, hogy erre... Hát ez nagyon jó. Igen, egy gyönyörű, szép ólomkristály dolgot kaptam, pénzt kaptam meg. Mit ábrázol az ólomkristály dolog? Férfi női WC-nek az alapja. Aha, ez van rajta, egy gyönyörű szép, és egy nagyon híres üvegcsiszoló ember csinálta. És kérlek szépen, én azóta harcolok, de az az igazság, hogy én azt hittem, hogy mit tudom, 5 év múlva nekem már 500 WC-m lesz, mert majd a polgármester urak fognak telefonálni, hogy jaj, az én WC-m. Kérdezi valaki, mi a könyv címe? Üvöltő szelek? Ez egyébként egy jó könyv, a mármint az eredeti. A WC Requiem, az a címe a könyvnek. Igen, mert halálos gyászos a mi WC kultúránk, mert itt Magyarországon, Balázs, nincs WC kultúra. Nincs, egyszerűen nincs. Úgyhogy kérlek szépen, na a másik, meg az a műsor elején hallottam a férfi WC-t. Hát a fiúk, hát igényesek, kulturáltak, udvariasak, olyan tiszta WC-n mellettük, hogy az nem igaz. A női WC, bemegy egy csinos nő, és kaotikus állapotok vannak a WC-ben. Kaotikus állapot. Nem tudod elképzelni, Balázs. Nem gondolja az ember pedig, én legalábbis mindig sokszor megyek nőibe, és mindig tisztábbnak látom. Én például, hogyha ott vagyok valamelyik WC-nél és ellenőrzök, és kicsi nem kell, akkor megyek a férfi WC-be. Nem létezik, hogy én ráüljek a női WC-re. De igen, nektek kényesebb, nektek ráadásul le kell ülni, igen. 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 De hát vannak, akik nem ülnek le, kérlek szépen, mert azt mondja, hogy ő a tiszta nő, és akkor fölé áll a WC-re, és esküszöm a lovam, különböző is jön. És úgy hagyja, Balázs, ez a legszebb, hogy úgy hagyja. És akkor ki van írva minden ajtóra, hogy ez az ismeretlen tárgy, nem UFO, úgy hívják, hogy WC-kefe. Kérlek szépen használt, kefélj egy jót, nagy dolog után. Tehát én mindig a humort is beviszem, de elképesztő. Hát Balázs... szép lassan szoktatod őket, hát így, de egyébként tényleg kell, ami tegnap engem is fogadott, mondom, az arcon vágott, tehát hogy számos kérdést vet fel az emberben ez. Igen, na most Balázs, hogy a WC kultúrára visszaérjük. Bemegy, nagy dolgozik a WC-n, és ül a szar tetején 20 percet. Miért nem húzod le rögtön? Nyomjál, húzzál, és akkor még ülhetsz 20 percet, de ne terjengjen nekem ott a vécében, mert más is bemegy. És akkor micsit bemész, és lehúzod? Bocs, fiam, olvasgass nyugodtan, csak én ezt lehúznám. Tehát ilyenkor rányítsz az emberre? Vagy, nem, vagy van egy vécésznél, igaz, Ilike, és kinek szépen ő fogja magát, és alulról is, meg fölülről is befúj. És akkor mondja, hogy jaj, mi volt ez a vízpermen? Illatosítóval befúj. Igen. Ott tűz, mert ez csak... Persze, akkor ül, és a feje fölött be is spriccel. Nagyon barátságos. Ha olyan parasztat, hogy nem, hogy ülsz a szar tetején, és terjeng az egész WC-be, akkor mi is parasztok vagyunk, és befúj a WC-s néni. Azért jó, mert összvisze be ez az egész témában, egyébként 6 percet akartam szánni, így a megszólalás elején lett volna más, csak hogy tényleg mik vannak, gondolkozunk egy pillanatra. De egyébként most már mindegy, gyerekek, lassan fél arája ezzel foglalkozni. Most már akkor mesélj, de most már tök mindegy. Most már mesélj. Nagyon szívesen mesélek, kérlek szépen. Hát minden évnek van egy idiótája. Kérlek szépen bejött egy hölgy, és már lehetett látni a gonoszság a szemébe. Gonoszság a szemébe? Igen. És jött, és azt mondja, na,
én most megnézem ezt a luxus WC-t. Kifizette a díjat, bement, kijön, azt mondja nekem, hát tisztának az biztos, hogy tiszta, meg van WC-papír is, de én még mindig valami luxus vágyok. Mondom, mire tetszik gondolni? Az ilyen halk zene. Mondom, drága, tessék fülelni egy kicsikét, mert bent középen az irodában szól a zene, tehát mind a két WC-ben a Klassz FM szól. És erre, az, igen? Ja, azt mondja, igen, igen, jó, hallom, hallom. Azt mondja, és még mi a luxus? Hát mondom, tessék kijönni, itt van hajlak, hajhab, hajzselé, nyolcféle illatspré, kézkrém, mini cukor, papírzsebkendő, ingyen tampon, ingyen betét, ingyen pelenka, gyógyszeres láda, ruhás láda, alsógatyát adunk, ha valaki bekosott, női bugyik, tömkelege. Úgy szerettem, hogy erről ilyen teljesen természetes. Hát az. Gyerekek, hát ha valaki befosolt, alsógatját neki. Igen, adunk neki. És kérlek szépen erre azt mondja, jó, jó, hát azt mondja, az tényleg, hogy ilyen nincs más részékben, de még mindig valami luxus, te ugye szállt Balázs az agyam. Na mondtam neki, jaj drága, tudom már, bocsánatot kérek, tudom, de a nagy melegre varró tekintettel a rózsaszirmokat csak délután szállítják. Erre mit mondasz, mit mondott? Azt mondta, na ez az, ez hiányzik. És azt elmartam magam, rögtön lehúztam az arcomat a tízpörmömmel. Szóval jó, hát igen, van ilyen is, van ilyen is. Vannak, és de hát én megpróbálom, én tudom az idiótákat kezelni. Dolgozóim nem nagyon, mert ők félnek, hogy beírnak a panaszkönyvbe, csak nem nagyon tudják megválaszolni, na én megválaszolom. Én aztán megválaszolom. Adjál nekik, igazad van, persze. Hát Balázs, komolyan mondom, ha bemennék a stúdióba, reggel estig tudnék mesélni. Hát egyébként tudnánk itt is azért neked érdekes dolgokat mutatni, néhány kolléga mit csinál. Ági, ma puszilunk, köszönjük szépen, vigyázz magadra. Ferikémet is puszilom, Régió kulcsaftó. Én mindig vigyáztam. Csak mondom, hogy milyen érdekesen alakul a műsor. 4 percet akartam erről beszélni, utána az lett volna a téma, hogy az EduLine, ugye megkérdeztem magyar tanárokat, hogy mi a 10 leggyakoribb helyesírási hiba. Tehát, hogy honnan indultunk volna, és mihez jutottunk csak el. Csak a kultúra, ma egész egy kis kultúra lett volna, és látod? 9:50 már. Az élet kiszorította. Igen. Egy tegnapi szituáció sajnos kiszorította a leggyakoribb helyesírási hibákat. Igen, érdekes, ezt áttesszük majd holnapra. Szóval akkor igen, hát mindegy. Lehet, hogy ma visszamegyek, megnézem ott. Nem. Csak kíváncsiságból, gyerekek. Lehet, hogy csak egy beszögezett ajtót találsz. Egy komolyan. Emléktáblával. Amíg ma is ott van, szerintem áthívom Szentestére, és barátkozni kezdek fel, hogy legyünk barátok. 9:50 pontosan, 2 perccel, mindjárt jövünk a nap legjobb pillanataival. 3:40 lesz pontosan, 5 perc múlva. Blokkolj csöves, nem a kukoricásban vagy a BV-ben, így mondják. jó duma egyébként. Jó. A keleten, a Balkánon, Oroszország, stb. Állóhelyzetben pottyantani kell. A lyukba kellene betalálni. Bizony, ez nagyon sok helyen van, ezt láttam, ráadásul ez úgy történik, hogy te beállsz pottyantani, és valaki beáll veled szembe, úgyhogy nincs ajtó, olyan WC-k is vannak, és álltok, Kínában is rengeteg ilyen WC van, nem akartam elhinni. Mondták, hogy odaállsz a retyóra, és ugye hát megpróbálsz valahogy fölé állni, se kefe semmi, ha nem jól tájolsz, akkor hallod, hogy pottyant, és akkor megpróbálod valahogy egy ilyen kis dologgal ott bemacerálni, először beszélsz hozzá, suttogó módszer, bárhogy behívod a lyukba, ha nem megy, akkor kicsit rásegítesz. Menj, szaladj. Dobd neki egy aportfát, hát ha utána fut. Oda ügyetlenkedsz a lyuk fölé, szétteszed a lábad, ugye az a lényeg, hogy meg kell nézned, hogy hol van maga a kis lyukacska, meg a te kis testnyílásod, a kettőt összehangolod, és elindulsz. Már-már, amikor azt érzed, hogy jól betájoltad, akkor jön a kicsi Wang, beáll veled szembe, és brutál rutinnal 1/2 perc alatt tolja, pocsat, vissza, és el. És te még európai módon ott állsz, kicsit így bizonytalan vagy, körbenézel, nem tudod megcsinálni. Küzdesz még a jetlaggel. Nagyon jetlagelsz. Azt hitted, hogy nem tudom, a tiltott város ennél egy kicsivel izgalmasabb. És 1 másodperc alatt megcsinálják. És ilyen sorok vannak, vagy melléd áll be, vagy veled szembe áll be. Nagyon profik. Én a mellét még értem, mert egymás mellett álltó párhuzamos, hogy mindenki előre néz. De azért, amikor úgy építik meg, hogy egymással szembe, nem. Ugye, amikor az már elég hátlástalannak kell lenni. Amikor Görögországban voltam, akkor én megdöbbentem, pedig mondjuk én a házi készítésű kerti budikon szocializálódtam, de hogy oda mentem, és azt hittem, hogy ellopták a WC-t. De bementem, és akkor figyelj, nincsen WC, ellopták. Te hülye, itt odaállsz fölé, az a luk a WC. Igen. És
ne csináld, mert mondom, hogy ezekkel nem fog menni. Persze. És ráadásul a kínaiaknál sincs például kefe. Semmit nem tesznek mellé. Néha azt látod, hogy vagy slaggal bemegy utána a vécésnél, és akkor nagy nyomású gőzborotvával betolja, vagy azt látod, hogy ott a kicsit próbálják így valahogy így bottal bepiszkálni, vagy ha mellé megy, csalódottan lenéz és elmegy. És azt mondja, hogy ez ma nem jött össze. Két hetes nyaralásból egy hét combhajlító izomláz. Komolyan, mint a sielése lettem volna. Tehát egy Alberto Tomba voltál egy izomlázzal? Igen. Feri elment, el kellett mennie, úgyhogy ő lesz, csak most mennie kellett. Holnap már itt van, akkor 6 órától. Jó? Nem elcsendesedett, nem beturcásodott, mielőtt írjátok, hanem el kellett mennie. Trafi az 52-es út 10-es kilométerénél, üzeni nekünk ezt Jaki, és van egy nagy baleset az M3-ason, a 60-as kilométernél, hogy melyik irányba ezt egyelőre még nem tudjuk. Ja, de igen, megírt egy másik hallgató. Budapest felé, most ér oda a rendőr, nagyon nagy baleset van, úgyhogy ott is lehet, hogy egy sáv lesz, vagy teljes útzár a 60-as kilométernél Budapest felé. 90 szóval pontosan 10 óra. Feri elment. Azt írják, hogy magára ismerte, elszégyelte magát, és elment a gyorsétterem. Igen. Szemetek ne, vagy. Ne, mondjuk az fura volt, hogy vitt magával egy szívlapátot. Igen. És egy ruddinamitot. Illetve hívta a tekeseket, hogy tárgyalják majd ki a WC-ből, ha esetleg az ill belső rabulejti. Nem. Feri nincs dolgoznia kellett. Na, viszont ugye elindult egy nagy játék, aminek a vége az, hogy jövő héten pénteken valaki megnyer egy Chevrolet Trax-et, és ehhez nem kell más tenni, mint hogy elmenni mostantól kezdve egészen szeptember 25-ig egy Chevrolet márkakereskedésbe beregisztrálni, és ezáltal mindenki részt vett a játékban. Mi minden nap fölhívunk valakit, aki már regisztrált, és így összegyűjtjük azon embereket, akik jövő hét pénteken ott lehetnek majd egy budapesti helyszínen, ahol kiássák a stúdiót, ugye? Az üveg stúdiót, és kiássák magát a Chevrolet Trax-et. Ha ügyesek, gyorsak, összehangoltan tudnak dolgozni, és össze tudnak fogni. Ha nem megy, rosszul ásnak, nem ásnak ki minket, nem találják meg az autót, nincs autó. Ugye? Akkor nincs. Segítséget vehetnek majd igénybe. Össze kell fogni, kincses ládákat találnak közben, valamelyik ládában ott lesz majd a Stussz kulcs is, ami nyitja a Chevrolet. A lényeg, hogy szükségünk van sok emberre, aki jön ásni jövő héten pénteken, ezen embereket pedig a regisztráltak közül választjuk ki. Beszéltünk már a Chevrolet-sekkel, ők mondták, hogy nagyon helyesek, mert hogy volt olyan 20. hétben állapotos nő, aki terhes volt, 20. hetében volt éppen, mondták, hogy az rendben vagy, ő beregisztrál, de hogy tud majd kemény fizikai munkát végezni, ásni. Tehát erre is kell gondolni. Van, akinek 3 héttel ezelőtt volt egy balesete, és betolták, és úgy regisztrált, konkrétan úgy, hogy nyakmerevítőben volt, csak betolták regisztrálni, nem biztos, hogy tud ásni. Vagy akkor egy nagyon gyors felépüléssel lesz jövő héten péntekig. Hogy olyanok regisztráljanak, akik aztán jövő héten pénteken el tudnak jönni, és tudnak ásni, ez nagyon fontos. Tehát olyan nincs, hogy én beregisztrálok, de az anyám ás. Itt ez egy konkrét fizikai munkáról van szó. Igen, tehát, tényleg kell ásni. Nem elmolyogatunk el, kapirgálunk ott, meg ilyesmi, egy picit megmozgatjuk a földnek a tetejét, meg ilyesmi. Itt ásásról van szó, kőkemény ásásról, de tényleg megéri, mert egy nagyon jó kis autó lehet a nyereményed. Úgyhogy tessék menni regisztrálni, megnézni, hogy hol vannak a márkakereskedések, bemenni, az egész családot beküldeni, az is jó, mert hogy egy család bemehet, ugye anyuka, apuka, gyerek, mindenki, csak egy ember nem mehet többször, mert azt kiszúrják. Értelmetlen, és úgyis csak egyet fogadnak el. Tehát azt észreveszik. A rendszerből a többi regisztrálás. Ravaszak ezek ott a sevinnek. Nagyon, nagyon vágat, nagyon rókák, mint egy öreg szivarok ezek, ott nem lehet őket megvezetni. Na, hívunk akkor valakit, aki még ugye nem autótulajdonos, csak már áshat. Tehát benne van abban a kis mennyiségű ember tömegben, ha lehet ilyen nagyon csúnyán mondani, akik ugye majd ásnak. És ő is autótulajdonos lehet. Igen, tessék? István, hello, Balázs, Jani. Hello. Szervusztok. Ásni kell menni? Ásni kell menni, bizonyám. Nagyszerű, jó? Te vagy úgymond az első kiválasztott, aki regisztrált. Oké, nagyon örülök, Istenem, de örülök ennek. De még nem a tiéd az autó. Nem, résztvevőként én nagyon örülök annak, hogy egy ilyen tiszteletteljes feladatot rám bíztok. Mikor regisztráltál, hol regisztráltál? Én tegnap regisztráltam Gödöllőn a márkakereskedésbe. Nem mondom ki, vagy ki mondjam. Aztán nem ennyire konkrétan nem kell. A lényeg csak, hogy gödöllői lakos vagy, az érdekelt engem. Gödöllő mellett lakom inkább. És jövő héten pénteken ráérsz 6-tól 10-ig, jó fizikai erőlétben vagy, tudsz ásni, tudsz jönni, tehát minden oké. Tudok ásni,
Tudok menni, természetesen ott leszek. Nagyon jó. Van autó a családban? Nem márkát kérdezek, csak hogy új, régi, nincs esetleg? Van egy tizen akárhány éves autó, egy 16 éves autó. Ó, nagyon jó. Jó, akkor nagyon jó helyre kerülne a kis Trex. Igen. Igen. Remélhetőleg résztvevőként megkaptam azt az esélyt, hogy esetleg így is. Hát ott, igen, tulajdonképpen meg lehet, ott már csak egy pici szerencse kell, ugyanis ásás közben találtok majd ládákat. Ezek a ládák különböző ajándékokat rejtenek, és valaki, aki megtalálja azt a bizonyos ládát, amit a slussz, ami ugye nyitja az autót, a slussz kulcsot rejtő ládát, akkor már övi az autó. Tehát ott sem mindegy, hogy hol ásol, hány ládát találsz, ha többet találsz, melyiket adod oda a másik ásó embernek, mert ugye sorsolás előtt mindenkinél egy láda kell, hogy legyen, de valakinél lehet, hogy négy lesz, akkor te magad választod ki azt a három ládát, amit majd odaadsz valakinek, egy láda pedig ugye nálad marad. Tehát nagyon sok minden kell még, de ha a szerencse segít, akkor lehet, hogy meg lesz az autó. Jó? Na, de te már köpködheted a tenyered. Igen. Jó, okay. Rendben. Jövő héten pénteken találkozunk. Találkozunk. Köszönöm szépen a hívást. Köszi István, hello. Szia. Hello. Na, de ez még csak egy ember, úgyhogy senkit ne riasszon el, az ugye, hogy már van egy játékos, még sok kell, tessék menni regisztrálni. Jövő héten pénteken pedig ásunk. Csabi, hello. Jó reggel, szevasztok. Most azon gondolkodtam, Istvánnak már 10% esélye van, de az ásót, vagy egyéb eszközt neki kell hozni, vagy azt azért adtok neki? Saját szerintem adunk, ne ilyen körömmel, lábúj körömmel, igen, szemfoggal. Nem, adunk ásót. Meg ezt a cserét mondtad, hogy ugye, ha mondjuk ő négyet talál, mert bizonyos ás, de olyan is lehet, aki nem talál. Ez így van. A cserén kell. Akkor miért ne jöhetne a 27-es terhes asszony? Mert hogy mindenkinek kell ásni az elején. Csak ja. Lehet, hogy mire kiássák az üvegstúdiót, nem talál lábát, de hogy ásni kell. Két ásónyommal már ásott. Igen, csak de a két ásónyommal ás, akkor a többi 9-el is kiszúr, mert ha ő viszont nem tud egy embernyi adagot ásni, akkor nem hozzák fel a stúdiót és az autót, vagyis senki nem lesz az autó. Értem. Mert adott időre kell kiásni. Tehát itt de ládát nem kell mindenkinek találni. Nem, az benne van. Mindenkinek ásni kell, de itt a 10-12 embernek még majd össze kell úgy fogni, hogy mindenki nagyon dolgozzon, plusz külső segítséget is igénybe vehetnek, majd ezt mondjuk, hogy. Mert ha kettő lazsán, három lazsán és a 8 megfeszült, de 10-re vagy 9:30-re nincs kint az autó, vagy 9-re meg a stúdió, tehát nem ásnak ki minket, akkor azt az autót senki nem nyeri meg. Ennyi. Így már tiszta. És ott 20 hónaposan, amíg 20 hónaposan, ne jöjjön, elefánt. Tehát ez picit akkor túlhordta. Azt már indítsuk meg azt a szülést. Nagyon gyorsan kiássa. Igen, én már segítenék, hogy jöjjön az a baba 20 hónaposan. Gratulálunk, te hatalmas ormányos. Hihetetlen, már egyszerűen ülni, járni, beszélni, és bölcsödébe fog menni a gyerek, amikor megszületik. Hát nem csodálatos ez az ás. Vigyázzatok, egy orvadász! Szóval, hogy ezért nem jó, ha valaki jöjjön, aki nem tud ásni. Jó, most már tisztán. Hívjuk a nap hallgatóját, és mondom most még addig gyorsan, hogy ma a szegedieknek segítünk, mert ma a szegediek az Árkád főbejáratánál szintén regisztrálhatnak, jó? Holnap a Békés Csabaiaknak segítünk majd picit. Nincs az bizony, jó reggelt, hello! Hello, sziasztok! Szia! Hello! Nem írtad te se alá, senki nem írja alá mostanában. Hogy hívnak? Niki vagyok. Hello, Niki! Hol hallgatsz minket, Niki? Sopronban. Te regisztráltál már, voltál? Nem, még nem, de nem fogom kihagyni. Menjél, tessék, ennyit szerintem mindenki adhat a sorsnak. Simán megéri. Megteszem, megpróbálom, ha nem baj, de ki tudja, hát ha összejön. Na, írtál nekünk SMS-t, ugye azt írtad a WC-s témához kapcsolódva, hogy piszuárnál ki volt írva, ne nagyképüsködj, állj közelebb. Így van. Teljesen ebbe. Egyébként arra kíváncsi lettem volna, hogy a mi WC-s nénünk összegyűjtötte ezeket a versecskéket, mert azért a sok nyilván kicsit közönségesebb mellett egy csomó szellemeset is lehet látni. Biztos, hogy összeírta. De te mit csináltál piszuárba? Ezeket mesélték, vagy olvastad, vagy férfi WC-be voltál? Nem. Régen egy kocsmát üzemeltettem, és már nem bírtam a takarítást, és gondoltuk, most már poénra vesszük a figurát, mert nem idegeskedünk, és hát hatott azért. Kiírtuk oda, hogy ne nagy képüsködj, állj közelebb, és sikerült. Jogos. Oké, Niki, küldjük neked az ajándékcsomagot. Nagyon szépen köszönöm. Köszi, hogy minket hallasz. Ciao. Sziasztok. Hello. Mi újság, Csabiká, minden oké? Nem adom a helyem. Na. Hallottam, hogy reggel egy kicsit kiakadtál, hogy neked nem szóltunk. De jó, hogy mondod. De én nem adom a helyem. Tehát én nem azt mondtam, hogy te adom. Én rára. Ja, nem engem akarták kifúrni, valaki más? Valakit kiakarta, mert hogy egyébként pont te is hátba támadtál, mert itt 3-4-10-kor egy általad beülős, ilyen átvezetős kívánság műsorra beszéltünk meg, hogyha van legközelebb egy ilyen futás, akkor szóltok. És elmegyünk együtt, sőt, én vetettem föl, hogy menjünk már egyszer együtt futni, örültetek, hogy milyen jó ötlet, majd rohadék módon egyébként szóltok mindenkinek, és kihagytok engem, úgyhogy
ezt megyek. De várjál, volt egy másik, ami... Lesz, te erőszakoskodtál, hogy ne szóljunk. De volt egy másik, amire szóltunk. Vagy te se szóltál. Hát a félmaratonra még jöhet, nem? Persze. Na, tehát volt egy másik, de arra azt mondtad, hogy nem. Nem tudok lefutni félmaratont, én azt mondtam, hogy egy 6-10-ig kalibrálva vagy. Az is váltó. Persze, a váltóra azt mondtad, hogy azért nem, mert hogy nem együtt futunk, hanem külön-külön. Igen, ez is fúj, most ilyen aljas, hátulról jövő ebből ilyen, ki? Egy kimagyarázós, ilyen na, nagyon ezért rossz. Ezért nem szóltunk. Na, ezért, mert te kusztustalanok vagytok. Na, jó van. Ültetek, gondolkodtok, hogy tudunk ebből kijönni, és akkor valami régi, félmondatos valamit most a szememre vettek, hogy ezért nem jövök. De a hangfelvétel is megvan, ugye? Jó, vagy, igen, szerintem Anna elbányassza nekünk. Kapjátok be, fussatok a valkat. Elmegyek, és pókjárásba ördögszekérben lefutom a 21 kilométereteket. Remek zenéid lesznek, Csabi? Hát így az ásásos, promóciós, nagyszerű akciótok elé azt gondoltam, hogy az Under című dallal szeretnék kedveskedni Alex Hepburnnek az újdonságával. Szóval, hogy bántanám, de nem tudom. Még nem, lehet, is profi. Nem lehet, mert mindig lenyűgöz minket a profizmusával. 555-55-00, itt tudtok Csabitól dalt kérni, jövünk holnap 6-kor. Szevasztok! Sziasztok! Csabitok.